Akkor folytatjuk. Tehát elméletileg megvolt a, úgymond a témakörbe egy ilyen általános történelmi, művelődéstörténeti, vallástörténeti felvezetés, és akkor most egy kicsit közelebbről a táltos hagyománnyal, a táltos világgal, a táltos hittel. Nagyon érdekes, hogy ugye a táltos nevezet köré, ez megint egy újabb kori jelenség, de abszolút elfogadható és dicsérendő, hogyha nevet akarnak adni a pogánykori ősvallásnak, akkor általában úgy fogalmaznak, hogy táltos vallás. Azt kell mondani, hogy megközelítésnek nem is olyan nagyon rossz, de megint azt kell mondani, hogy azért nem egészen ilyen egyszerű a dolog. Még egyszerűbben lehet fogalmazni, az egész magyar hagyományvilágot, a néphagyományt, a népi vallásosságot, a művelődéstörténeti emlékeket, magyar irodalomtörténetet, népdalok, népballadák, népmesék világát, ábrázoló népművészetet figyelembe véve, és a nyelvi lehetőségeket, akkor azt kell mondani, hogy szeretett vallás. Tehát ennél tömörebben nem nagyon lehet fogalmazni, hiszen akik a szer szógyökkel valamennyire foglalkoztak, azok pillanatok alatt átlátják, hogy egy pont a vallásos élet területén megindulnak a szóképzési lehetőségek. Tehát szeretet, szerelemvallás, mert a kettő nem egy és ugyanaz, de most általánosságban inkább nevezzük szeretetvallásnak, ugyanakkor pedig milyen tevékenység köthető hozzá, nyilván szertartás. És most jön egy érdekes lényeg, mondjuk egy időszakon belül, egy egyhetes időszakon belül ennek a szertartásnak melyik napra eshet a napja? Nem a szombatra, nem a vasárnapra. Szerda. Szerda. Már ott vagyunk a szerdánál. És hogyha itt megint tovább megyünk, és többen elkövették ezt a nyelvi, valláskeresős, valláskereső terep bejárást, akkor tovább lehet pörgetni, mert még a 19. században Lipói Arnold is megemlíti, hogy a Zaratusztra vallásnak, tűzvallásnak vannak Magyarországon zárványai, és őket szeredásoknak nevezik, szeredásoknak. Aztán még tovább lehet menni, és fel lehet tenni a kérdést, hogy akkor lehet-e a Zaratusztra féle tűzvallás, a Zarat szeret, megint lehet érzékelni, hogy a perzsa Zaratusztra vallás az nem azonos az eredeti Zaratusztra vallással. Azt kell mondani, hogy a perzsák majdnem üldözték. Náluk ez egy profétai szint, Zaratusztra az élő személy volt, és a Jézus születése előtti 4., 5., 6. évszázadban úgymond a perzsa, az akkor Akhameinda perzsa időszak volt, azt megreformálta. Ez azt jelenti, hogy a tűzön és a szentélyen kívül semmi nem maradt meg. Tehát elképesztő módon lecsupaszította az eredendő, hogy úgy mondjam, Zaratusztra vallást. Ezt megint a figyelembevétel kedvéért kell hangsúlyozni, se a mágusnak az útvonala, se a Zaratusztrának az útvonala a perzsa hagyományból nem eredeztethető. Ők is átvették. Igen ám, de mivel ott megmaradtak bizonyos, aztán jön a Szaszanida perzsa korszak, akkor állami lét is Perzsia, most Iránnak hívják, bár az iszlám vallás, de ott megjelenik a síta vallás, és így érthető, hogy miért tudott az iszlámnak egy ilyen ága nagyon könnyen megjelenni, mert az előzetes ágazat, a Zaratusztra vallás is egy rendkívül puritán visszafogott vallási irányzat volt. És nagyon türelmetlen. Hát a manikeizmust üldözték. Ugyanakkor pedig a később kialakuló irányzatokhoz képest, ez lehet az iszlámon és sajnos a kereszténységen belül is, már rendkívül toleránsnak tűnik. Na így jutunk el gyakorlatilag mindig egy-két emelettel lejjebb valamilyen irányba, hogy már az is, ami az ókorban egy szélsőségesen nem elfogadó, nem megértő vallási alakulatnak tűn, az ma már gyakorlatilag egy ilyen visszasírt jelenséget fog létrehozni.
mert tényleg mindig szóba jött az, hogy mi lehetett ez a magyar ősvallás. És egy biztos, ha nyelvet mernénk használni, az égvilágon semmi bajunk nem lenne. Magyar nyelven a tűz meglepő módon egy olyan irány felé megy el, hát itt van egy témással hangzónk, és utána a magánhangzót most nem nézzük, és utána jön egy sziszegős. És akkor tűz, tehát az ő az ilyenkor kimarad, mert mindig a mással hangzó rendszer képezi egy fogalomnak, egy szónak, egy jelentésnek a megtartóvázát, és a magánhangzók azok cserélődhetnek. Ezért van az, hogy az ókori népek egy bizonyos része végig mással hangzókat tüntetett csak fel. Ezért nagyon nehéz egy sumér írást megfejteni, vagy akár egy egyiptomit, mert magánhangzót nem használtak, amikor rögzítettek. És érdekes módon elboldogultak. Gondolom észrevesszük. Tehát már teljes katuja rendszerbe zártuk bele magunkat, de a magyar nyelv itt is példaadó kivételt képvisel. Egyrészt az, hogy nem használja a nemi megkötöttséget, tehát hím nem, nő nem, semleges nem, tehát ad egy egyetemes távlatot a nyelvnek és a szavak jelentésének. Másfelől pedig olyan szavakkal rendelkezik, amelyek egy alakúak, de két jelentésűek. Tehát egyszerre van névszói jelentésük, állapotra utal, egyszerre van igei jelentésük és folyamatra utal. Na most Nobel-díjas atomfizikus, aki többek között hát egy pusztító eszköznek is a feltalálója volt, sajnos nem ezért fogom őt idézni, csak hogy érzékeljük, hogy mennyire egyszerű dolgokról van szó. Tudni való, hogy nem egy Magyarországról származó Nobel-díjas tudós elmondta, hogy ha nem a magyar lett volna az anyanyelve. Ugyanezek a Nobel-díjas tudósok nyugodtan hivatkozhattak volna a német nyelvre, vagy a jiddis nyelvre, vagy bármilyen más nyelvre. Azt mondja, hogy nem a magyar lett volna az anyanyelv, nem tudott volna rájönni dolgokra. Tehát egészen más, hogy írja le a világ működését a magyar nyelv, mint mondjuk egy általánosan ismert indoeurópai világnyelv. És azt mondja, hogy adva van a fénysugár, foton, hát nyilván itt most én kicsit ilyen laikus módon tárgyalom a kérdést, mert lehet, hogy már rég nem így van, de alapjáraton egyszerre kétféle módon viselkedik, részecske és hullám természetű. És azt mondja, a magyar nyelv pontosan ilyen, mint a fény. Egyszerre kétféleképpen tud viselkedni. Tehát a hullám természet, amikor igen jelentése van. Részecske természete a fénynek, amikor főnévi népszó jelentése van. Egyik állapot megállt, a másik pedig ugyanabban a pillanatban folyamat. Gondoljunk a vár, az ég, a szív. Végig lehetne ottázni ezeket a szavakat. És amikor mi várról beszélünk, akkor föl se fogjuk régen a vármegye szójelentést. Hát a megyébe, aki a megyet nem veszi észre, hogy várok és megyek, és amúgy is járásokról van szó. Tehát van egy szerves közlekedési rendszer. És döbbenetes az, hogy a értelmünk, vagy a felfogó képességünk, vagy a nyelvi úton, hogy mi mit jelent, ez nem működik. Így automatikusan használjuk. És az, hogy a várták, mire vártak. Tehát egy vár mitől volt vár? Elnézést, nem az ellenségre várok. Ha van eszem, akkor nem várok az ellenségre. Egészen más módon kell viszonyulni hozzá. De mindig volt éjszakai őrség. És nem csak azért, mert mondjuk ország belsejében éppen békeidő van. Kitől védik? Várta. Tehát ez azt jelenti, hogy az égbolt megfigyelésére ezért vannak olyan kis várak Kárpát-medence szerte, hogy akkora, mint mondjuk ez a szoba. De van, mit lehet egy ekkora várba megvédeni? Nem az a feladata. A hadászat az a, hogy mondjam, az egy járulékos jelentést jelent. Ez olyan, mint a kanásznak a baltája. Hát valószínűleg nem azért van, hogy állandóan csapkodjon vele, de hogyha jönnek a ragadozók, akkor valószínűleg használni fogja. És valószínűleg, hogyha egy vatkant úgy meg kell fékezni, akkor azzal meg tudja fékezni.
Tehát mindennek és ezeknek a baltáknak pontosan a boltozatos részén égitest ábrák voltak. Na most csillagos égbolton, ha látunk két bolygót, hát utóbbi időben igen gyakran lehet látni bolygókat, Mars, Szaturnusz, Jupiter, akkor a Hold az állandóan, az esthajnal csillag, a Vénusz. Hát mivel tudom, nem kell állandóan felmutatnom az égre és így méricskélni, de a bolygóknak a pályáját egy baltával. Hát milyen a legegyszerűbb csillagászati megfigyelő műszer. És hogy nehogy azt higgyük, hogy nem ez az egyik legfontosabb tevékenység, szépen a napot, a holdat és a csillagokat a fémbe, ami külön fémművességet jelent, azt szépen belgravírozzák, beleviszik. És hogyha eljutunk az ég szavunkhoz, egyszerre két dolgot jelent. Jelenti az eget, és jelent még valamit, ég. Na most ez mit jelent? Hát nem az, hogy lángokban látom az eget a fejem fölött, hanem azt jelenti, hogy a teremtői erőknek egy hatalmas erőteljes forrása van. Tehát a teremtés az valószínűleg az ismert elemrendszerek világát ismerve leginkább a tűzhöz lehetne hasonlítani. Tehát egy hatalmas energiafelszabadítás, ami elindítja a maga útján. És nagyon érdekes, hogy az olyan szavaink, amik a tűzhöz kötődnek. Egyébként Deus, tűz, hangalakilag a latin nyelvisten szava, az pontosan erre fog rárimelni. De tulajdonképpen a Zeus, aminek eredetileg megint az eredeti görög nyelvben nem is Z-vel indította, hanem ott is egy T-féle hang szerepet, ugyanezt fogja jelenteni. Ezért van az, hogy az oltár tűz, az örökké égő tűz, még keresztény templomokban is. Nyilván már nem fogják visszavezetni ős időkbe, meg hogy miért, mert mindent meg lehet magyarázni, és azt is, hogy a Szentlélek lobogó lángok képében, annyi, mint esőcseppek képében is kiáramolhatna. De az egy hevületet jelent. És hát mivel szeretet, szerelem, vallás, hát nyilvánvaló módon, ahol nincs hevület, nincs tűz, nincs lángolás, nincs érzemény, ott nem tud megjelenni. És amikor szeretünk bárkit, bármikor, bárhol, azért ezt ne szabadon értelmezzük, de ez mit jelent? Hát közel van hozzánk. Tehát az igazán igazi szeretet, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy ő nem kívül van, hanem belül van. Istenem, Istenem, szerelmes Istenem. Akkor kell magyarázni, hogy az Istent hogy kell tisztelni, imádni és szeretni? Hát itt van belül. Tehát ennél jobban megismerni valamit vagy valakit isteni szinten nem lehet. Tehát neutrális szellemi szinten, hinduizmusban vannak ilyen jóga irányzatok, meg filozófiai irányzatok, mindig ez a semlegesség, ez nagyon szépen, nagyon jól hangzik egy úton, de akkor mi lesz az élménnyel? Hogy fogom belülről megismerni? Hát nem azért van a teremtés, hogy megtartsuk ezt a hűvös 15 lépés távolságot, de mindennek a helye van, csak mindig meg kell találni, hogy mikor kell tényleg úgy közelíteni, hogy érzelmileg nem mozdítson ki. Na, egy szónak száz a vége, a tisztaság szavunkra gondoljunk, a tisztesség szavunkra. Hát a tisztaság mai úton én a vízelemet fogjuk használni. De érdekes módon nem a víz szavunkból képezzük, hanem TS. Tézé, tűz. Na most tisztító tűzről véletlenül hallottunk valamit prédikálni világon való életünkbe? Hát ez nincs benne az evangéliumokba, hogy érthető legyen. Ez úgy egyszer csak megjelenik a keresztény hitvalláson belül, és a régi kultúrák, régi ókori műveltségekbe a tűz milyen szerepet töltött be? Hát tűzön vitték át. Tehát a tűz szertartás az egy olyan fontos tisztító szertartás volt, beavató szertartás, hogy amikor jön keresztelő Szent János, aki vízzel keresztel, mit mond? Jön majd utánam valaki, aki nálamnál előbb lett, és majd keresztel lélekkel és tűzzel. Na most melyik keresztséget nem ismerjük? Hát pont az övét nem. És ezért kellene pontosítani, mi az, hogy nem bemerítő, nem vízbe merítő, hanem keresztelő Szent János, magyar szóhasználatba. És ha idáig eljutottunk, sokfelé el lehetne indulni, de meglepő módon a valódi, eredendő magyar nyelvből egy olyan vallási hagyományt lehet rekonstruálni, hogy nem kell keresni, mert itt van.
Tehát ez azt jelenti, gondoljunk a búcsúszavunkra, a bőjszavunkra. Kiderül, hogyha valaki nyelvészeti úton közelít, és László Gyula ténylegesen ilyen volt, csak őt megtévesztette az, hogy a hivatalos nyelvészet mindig a szláv nyelvekből eredeztette a legfontosabb vallási szavainkat. Figyeljünk oda az észjárásra. Szláv nyelvekből kölcsönöztük, és római hittérítők térítettek, akik viszont nem is rómaiak voltak, hanem németek. Na nesze neked, magyar! Megkaptad azt már elnézést, amit érdemelsz. Ha te ezt elhiszed, akkor tényleg pénz az ablakban. És azért mondtam, hogy tátos vagy sámán, hát az egyik ilyen apró dolog. Tel is tele van sajnos jelenkori tájékozódási világunk ilyen képtelenségekkel, amit úgy állítanak be, hogy ez lesz a tudományos igazság. Na de rátérve és kanyarodva, bizony ezer úton el lehetne indulni, de mivel a táltos a főszereplő, és említettem, hogy nagyon jól, nagyon rávezető módon, beszél arról a most már hagyomány, hogy van táltos hagyomány, és ez tényleg létezik. Tehát ha ez nem Magyarországon lenne, megkockáztatnám, hogy csak a táltos hagyomány, a mondavilág, a mitológia, ha valakinek ilyen jobban tetszik. Nem beszélve a népmeséknek a világáról. Hát a népmesékben ki a főszereplő a főhős mellett? Nem a dob, hanem a táltos ló. Tehát a ló jelenik meg. Magyar pedig gondolom tudjuk minden időben, nem csak Petőfi Sándor, lovas nemzet, lóra termet. És nem azért, mert jól ülte meg a lovat, hanem azért, mert a ló a csillagos égbolton, keleti zodiákusban egy csillagképnek a neve. Ez a nyilas csillagkép. Túróci János több mint fél ezer évvel ezelőtt, Mátyás király idején Túróci krónikáról van szó, leírja, hogy nem véletlen, ez egy nagyon ősi bölcsesség, saját szavaimmal mondom, mert ezt most nem jegyzeteltem ki, hogy létezik a mundán asztrológiai hagyomány emberemlékezet óta, ókor óta, hogy a népeknek is van állatövön belül jól meghatározott sajátos tulajdonságuk. És ezért volt az, hogy egy király, ha valamit adott magára, mert nem mindig csinálhatta meg egy király, hogy kihagyta a világot. Európa kellős közepén a magyar király a királyi központba beülteti az idegeneket. Miért? Miért ülteti be? Attila, nyilván senki nem tudta őt megvádolni, hogy behívta az idegeneket. Ki volt Önegészius? Ki volt Detrea Szász? 12 koronás király szolgálta. De nem szolgaságból, hanem szeretetből. Milyen volt II. Ramszesz egyiptomi fáraó udvara? Milyen volt az inka uralkodó udvara? Hát egy király elnézés nem egy tyúkolnak a menedzsere. Egy királynak minden irányba tudni kell, hogy az ő népét milyen népek veszik körbe. Már annyiszor mondom, hogy már én is mondom, mit nem lehet ebben megérteni. Tehát ez mit jelent? Igenis kell képviselt, mert ha én akkor tudom meg, hogy hogy viselkedik a német-római birodalom, amikor megtámadja Szent István idejében Magyarországot, akkor az alapkarakterét ennek a támadó erőt, de ha bent van, ha bennünket is, amikor külföldön vagyunk, és mondjuk, hogy magyar, nem személyként vesznek, hanem úgy gondolják, hogy minden magyar ilyen. Na most ebben valami van egyébként, csak ezt jó, meg rossz, meg hitvány, meg magasztos fokozatoni szinten is, mert jó tulajdonságok, rossz tulajdonságok, azok néha, mint batyuba megkapja az ember, aztán a rosszat kell jóvá átalakítani. Tehát vannak ilyen alapvető dolgok, amelyek az ősvallás kutatása, úgymond a alternatív és a hivatalos, merőben figyelmen kívül szokott hagyni. Tehát eleve az alternatív, ez a beássuk magunkat mozgalom keretén belül, mindenki kiirtott minden, de leginkább Szent István király. Habsburgok meg a páholyba mosolyognak. Na hát gratulálunk, hát nem mi voltunk. Hát erre vártunk, ezekre a hozzászólásokra vártunk. Na de nyilván mindig vannak nehézségek. De magyar nyelvben a vallás, mit jelent az, hogy vallás? Na most nyelven kell gondolkodnunk. Ugyanarról van szó. Sokféle mindent jelent egyszerre.
ha beszélek, vallást teszek. Ugyanakkor pedig a vallás már fogalommá tud válni, és leginkább mire emlékeztet? Minden vallás vállalás. Tehát vallást vállalnak a népek. Van hagyományuk, köszönik szépen. De mivel egyre több nép van, most megint a Kályhától indulunk el, egyre több nép van, meg kell találni azt a közös nyelvet, ami tulajdonképpen nem elbeszél fölöttünk, hanem most már látom, hogy az a nép is Isten felé megy, az a nép is Isten felé megy, tehát valami közös vallási állapotot, ezt nevezik világvallásnak, bizony létre lehet hozni. Nem a kereszténység kezdte, gondolom tudjuk. Buddhizmus sokkal előbb volt. Az más kérdés, hogy vallások nem nagyon szoktak régen úgy téríteni, ahogy minket, hogy úgy mondjam, vallási úton hozzá segítenek az örömüzenethez. Tehát van két olyan vallás, ami meglehetősen türelmetlen. Az egyik az iszlám, a másik pedig, hát itt vagyunk. Na most középkorban Magyarország vallási toleranciájáról volt híres és nevezetes. Minden eretnekség, akit üldöztek, katarok, valdensek, albiensek, bogumilek, hova menekültek? Be a Kárpát-medencébe, a Magyar Királyság oltalma alá. Na most elnézést, ha itt közvetlenül pápai irányítás van, akkor egy olyan eljárás ellenében itt hogy fogadhatják be az üldözötteket? Tehát itt vannak ám a hatalmas nagy problémák. És nem fogjuk elhinni, Abu Hamid al-Garnati granadai mór utazó második Géza idejében Magyarországra jön, és még negyedik Béla és Kun László idejében is nálunk voltak szerencsenek. Második András vezeti a keresztes hadjáratot 1217-ben a Szentföldre. Ez az egyetlen olyan keresztes hadjárat, ami erkölcsi győzelemmel, valódi győzelemmel végződött, tehát ezt próbálják meg dehonestálni éjjel-nappal. Na most egy biztos, muszlimok harcolnak a seregébe. Most gondoljuk végig ezt. Magyarországról, Aleppóba, az ottani egyetemre, magyar ruhába járnak a diákok, nem magyarok. És visszamegyünk II. Géza korára, 1100-as évek kellős közepe, világhírű granadai mór utazó megkérdezi a bizánci császárt, pontosabban elnézést, a bizánci császár kérdezi meg a granadai mór utazót, aki diplomata, tehát most ne a mai forma szerint gondoljunk utazóra, és megmaradt a műve, magyarul is olvasható. Hogy hogy lehet az, hogy muszlim harcosok a magyar király seregébe harcolnak, ő érette, zsold nélkül, ide meg zsoldért sem jönnek harcolni. Ez hogy lehet? És mit mond a Abu Hamid al-Garnati? Azért, mert te meg akarod őket téríteni. A magyar király nem akarja őket megtéríteni. Na most volt itt etnikai és vallási konfliktus? Gondoljuk végig. Egyszer csak, hogy mondjam, a társadalom hasznos tagjává úgy váltak, hogy rádöbbentek, hogy az itteni vallás fényévekkel jobb, mint az a gyakorlat, amit ők előírás szerint gyakorolnak. Ez teljesen ismeretlen a világban, gondolom tudjuk. És ezek történelmi tények, tehát nem kell különösebben messzire menni. És hogy mennyire vállalás a vallás, éppen Mátyás király is bizonyítja az egyik levélben, hát hol jobban volt római pápával, hol nem volt, de Hunyadi János. Minden magyar király mindig a legnagyobb tiszteletet megadta. Kivéve akkor, ha a magyar belügyekbe megpróbáltak kívülről beleszólni. Tehát magyar király nevezi ki az esztergomi érseket, nevezi ki a püspököt, alapítja a templomot, vármegyét, egyházmegyét, püspökségeket. A Szent Atya vagy megerősíti, vagy nem erősíti meg. A kinevezés senki nem vonhatja kétségbe. Olyan, hogy Szent Atya nevezni ki itt főpapot,
elő nem fordulhatott a középkorban. Tehát gondoljuk végig, ez az egész Szent Istváni cirkusz. Egy olyan nem tudáson alapul, hogy az valami fájdalmas. Apostol királyság, soha több apostol rangú király 2000 éven keresztül nem volt az egész világ történelemben, mint a magyar király. Lehet-e apostolt téríteni? Ő a térítő. Pápa választás alkalmával, a Szent Koronával megkoronázott magyar királynak vétójoga volt. Van. Római pápának magyar király koronázása mikor volt vétójoga? Nem azt mondom, hogy fordítva ülünk a lovon, lovat se láttunk még életünkbe. Tehát tényleg ez Don Quixote-nak a világa, egy ilyen akrobatikus eszközön ülünk és álmodozunk, tányérral a fejünk fölött. És azt nincs tányérnak gondoljuk. Na ennyit mindenféleképpen el kellett mondani, és még valamit. Vallási üldözések rendkívül ritkák voltak, alig voltak, az üldözöttek ide bejöttek, és amikor felekezetekre bomlik, reformáció és katolicizmus, aztán ellenreformáció, és utána van egy nagyon érdekes folyamat. Megindulnak szerte Európában, nem fogjuk elhinni, nem a középkorban, hanem ezekben az évszázadokban. A reneszánsz, a humanizmus indítja el. Mi indítja el? Hát amit a legmagasabbra tesznek. A festészetet, szobrászatot, templomépítészetet vesszük, hogy micsoda szép humanizmus. Ne haragudj, Isten nélkül. Reneszánsz, minek a hajnala, minek az újjászületése? Ezeket soha nem vizsgálják meg. És mi történik akkor? Mivel mindenhol vannak rendkívüli képességű emberek, tőlünk nyugatra megindul a boszorkányüldözés. Tehát mágiák. Tehát mágiákat gyújtanak. Tehát a középkorban mondjuk 2 évszázad alatt volt 2 mágia, addig a reneszánszba és az utóbbi következő évszázadokba pedig recsegve, ropogva égnek a mágiák. És kiket gyűjtenek össze. Vallásháborúk vannak. 3 része szakad az ország, bent van a török, nyugatról a Habsburg, és nehogy azt higgyük, hogy a törököt akarták kiűzni. Reformátusok, protestánsok, katolikusok hogyan mészárolják egymást Európába. Nagy északi háború, örökösödési háború, 15 éves háború, 30 éves háború egymás ellen. Hogy terjesztették ezt így el? És közben, na itt jön a csavar, és mi mindig ezt vetítjük rá a hazai területekre. Elindulnak a rendkívüli képességű emberek, tehát akik értenek a gyógyászathoz, gyógyításhoz, a füvek titkát, csillagok titkát, tehát az érzékenyebb embereket boszorkányság vágyával vádolják meg, tömeghisztériákat robbantanak ki, gondolom tudjuk. Nézzünk amerikai filmeket, amik arról szólnak, hogy 1800-as években a telepesek egymást üldözik, hogy ki a boszorkány. És amúgy is, hát ezeket nem akarom részletezni, de fontos tudni. Tehát miért jutott Nyugat-Európa oda, ahova eljutott? Évszázadokon keresztül saját magán belül iktatta ki ezt a rendkívüli tájékozódási lehetőséget. Miért? Hát mert valami másra készül. Tehát ha valaki valami rosszra készül, és tudatosan, nem biztos, hogy szeretné, hogyha valaki észrevegye. És mert rendkívüli módon is lehet tájékozódni, térben, időben nagy távolságokat lehet beutazni, ez a sámánizmusnak az egyik lényege. Ezért volt az, hogy a Szovjetunió ideje alatt például Sztálin, hát üldözték a sámánokat. És mert a sámán az nem olyan volt, hát jártunk Peruba, ott valaki közülünk beteg lett. Vagy nem, Mongóliába volt? Mongóliába. Igen, Mongóliába, bocsánat. És ott volt Obrusánszki borbála, és tehát megerősíteti, ő is állandóan átéli, hogyha arról volt szó, hogy valaki beteg, és egyből hívjuk az orvost, hívjuk a sámánt. Tehát ott nem olyan a sámán, mint itt 21. század. De most melyiket hívjuk? A bőt hívjuk, vagy az orvost hívjuk? Ilyen egyszerű a dolog. Mi is vettünk részt sámán szertartáson.
ugyanúgy gyógyít. Csak van egy érdekes dolog, ha nem tud gyógyítani, oda nem fog elmenni senki. Egy orvosnál sokkal nehezebb, mert recept, gépek, műszer, ott viszont kétszer-háromszor mellé kezel, nincs az a szomszéd jurt, ami Mongóliában a szomszéd 500 kilométerre van, hát aki elmenne ahhoz, adott esetben. Tehát mi a táltost keressük. És bizony nagyon érdekes, hogy elmondják, hogy boszorkányperek, mert ezek még nem táltos perek, Magyarországon Habsburg nyomásra tényleg beindulnak, de még tőlünk nyugatra ezres számban haltak meg emberek mágián, nálunk hát gyakorlatilag a ténylegesen végigvitt perek alig érnek el egy számbeli mennyiséget. Na most ehhez képest viszont rengeteg adattal, mert megmaradtak a jegyzőkönyvek. Gazdagodtunk. És akkor így jutunk tovább a megkezdett úton. Tehát amikor azt mondják, hogy táltos hagyomány, táltos hit, táltos vallás, egy biztos az ősvallásnak egy nagyon fontos tartozéka, vonulata. De lehet inkább általánosítani, mert ez már túlságosan, hogy úgy mondjam, konkrét. Tehát általában, hogy miért kell nekünk táltos? Miért kell nekünk az a hit? Miért kell nekünk az a hagyomány? Mert az Isten úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta a világ megváltására. Tehát ez mit jelent? Görög mitológiának van olyan vonulata, amivel csak egyet lehet érteni. Az első megnyilatkozása az Istennek az érosz. Hát ha nem lenne szerelem, szeretet, akkor az nem teremtés. Tehát ez tartja össze. Hogy József Attila mondaná, hogy ti makacs égitestek, mi az, ami benneteket összetart. És ez tartja össze az embereket is. Mert ami nem szeretet, az széthúzást fog jelenteni. És ezt kell a legmagasabb szinten gyakorolni. De ezen belül meg a Földön és nem a mennyek országában vagyunk. Tehát mit lehet tudni magáról a táltosról? Tehát Ipolyi Arnoldtól mindent nem fogok idézni, hogy éppen honnan van az idézet. Tehát emlékezzünk vissza. Ipolyi Arnold magyar mitológia, Diószegi Vilmos sámánhit emlékei a magyar népi műveltségben, Diószegi Vilmos pogány magyar hitvilág, Timafi László a Csallóköz rábaközi táltos hagyománynak a feldolgozója, Szűcs Sándor régi sárrét hitvilága, hát gyakorlatilag szinte mindegyik a 20. század. Tehát valami, amiről azt hittük, hogy 1000 évvel ezelőtt elveszett, viszont barátaink kijelentik, hogy ők azok, hogy? Hát ha már elveszett 1000 éve, akkor hogy lehetsz te az? Hát igen, vannak fogas kérdések. És már most megelőlegezek valamit, amit minden évszázadban mindenki leír, kiképeztetés által táltossá lenni nem lehet. Tehát vagy annak születik, vagy nem lesz az. És miért izgalmas a sámánizmus? Ez egy nagyon szép párhuzam. Sámánnak se lehet lenni. Miért? Mert sámán csak az tud lenni, akinek családjában van mindenre példa, most általánosságokról van szó, ez lehet egy dédapa. De csak az lehet sámán, akinek a családjába, ezért beszélnek sámán nemzetségekről, családokról. Akinek a felmenői között volt sámán. Miért? Mert elhívás van. És ki hívja el a kortársunkat? Az ő őse. Ezért kell a múltat végképp eltörölni. Ezért kell biorobotot az emberből készíteni, hogy semmilyen kapcsolata ne legyen saját emberség vonalán kibontakoztatható múlttal. És azért nem kellemetlen egy kicsit, hogy a pusztán vagy Kazakisztánban, Mongóliában nincs olyan ember, aki 10-20 felmenőjéig ne tudna visszamenni. Most adjuk össze a miénket. És eleve így kötnek még ma is házasságot. Mindenki mindenkivel nem házasodhat. Világos? Házasság nem egy pillanatnyi gerjedelem. Na, összehoztuk. Aztán várunk pár évtizedet, és szétválunk. Ma egy gyerek boldog gyerek akkor, hogyha az 5. nevelő apját vagy anyját növi ki éppen az adott menetben. És ezt tudomásul kell venni, de megvan az oka.
Tehát a természetes szerves társadalmi formákat szétrombolták. És ezzel sok tájékozódási lehetőséget is szétromboltak. És még egy apróság, tehát csak elhívás, és ilyenkor van a sámán betegség, amikor egy hétig, egy évig, két évig, három évig, vagy akár 10 évig. Na ki akar sámán lenni? Jelentkezzen. Megszenvedi. Miért? Mert nem akar sámán lenni. Miért nem akar? Hát mert élni szeretne. Hétköznapi ember módjára. Onnantól kezdve neki nem lesz se éjjele, se nappala. De akkor a néped, a törzsed ki fog posztulni. Milyen felelősség ez? Mert most rajtad a sor. Nem csak magadon kell segíteni, nem csak az apádon, meg az anyádon, meg a fiadon, meg a lányadon, hanem mindenki, akihez elhivattál, gyógyítani kell őket, útmutatást kell nekik adni. És amikor végre beleegyezik, gondoljuk végig, ilyenkor általában az van, hogy hetek úgy telnek el, hogy tetszhalálszerű állapotban utazik, álmodik, és jönnek az ősök, és jön a sámán ős, és hívja el őt. És amikor beleegyezik végre, van egy hatalmas megkönnyebbülés, és elmondja az ős, hogy hol van az a fa, amiből neked a dobot el kell készíteni. Nincs az a butik, ahol meg lehetne venni. Vagy Tesco, vagy bevásárlócsarnok. És képzeljük el, felébred a révülésből, kimegy az útmutatás alapján az erdőben, és pont ott van az a fa. És ezek milyen fák általában? Napkeleti oldalukon 7 egyenes ágnak kell lenni, hogy érthető legyen. Hát azért kell megálmodni. És a fa lelke szelleme, mint egy élőlény, megszólítja, hogy melyik ágamból készítsd. Akkor elkészíti a kávát, a dobot, igen ám, de a dobra az állatbőr. Na most ez hogy történik? Ez úgy történik, hogy ha feláldoznak egy rénszarvast, akkor a sámánnak, akié a dob, akinek készül, el kell mondania, hogy az a szarvas hol született. Melyik patakra járt leinni, végig követi az életét. És azt, hogy hol gyilkolt, hol lőtték le, mondjuk. És ez az utolsó stáció már elég jó beazonosítható. Tehát ez mit ed? Nem lehet hazudni, meg humbukolni, meg mellé beszélni. És ennek a bőre miért? Mert tulajdonképpen az állat lelke költözik bele a dobba. Nem dobot veszünk, hanem már a fa az erdőben, már az állat az erdőben, már mindennek megvan a helye. És a sámán dobnak vannak fémalkat részei. A hosszúakat mondjuk a rénszarvas lélegző csövénynek nevezik. Akkor van füle, van szeme, és mivel vannak fémalkatrészek, honfoglaláskori sírokba kitalált ilyen fémalkatrészt? Soha senki. Viszont honfoglaláskori sírok, tehát ez mit jelent? Nem, hogy tegnap óta ez nem a mi útunk, hanem ez már Árpád vezér óta minimum így van. Tehát ennek nincs itt ilyen hagyománya. Minden tisztelet, nagyra becsülés, lehet, hogy voltak vendégmunkások nálunk, vendégsámánok, miért ne lettek volna, nagyon okosak voltak, mindig voltak vendégorvosok, gyógyszerészek, csillagászok, tehát önmagában ez nem jelent semmit. Viszont mik kerültek elő a sírokból? Az egyik állatorvos barátom doktori disszertációját ebből írta. Tehát megint miről van szó? Állatorvos tudomány területén tananyag, a régész már nem tud róla, a dobos pedig végképp nem értesül róla. Ez pedig mit jelent? Egy, mikor szűnt meg Magyarországon a lovas temetkezés? Meg voltam győződve, vagy még én is. Szent István idején, kiderül, hogy nem. Még egy évszázadig tovább megy. Utána mi történik? Meghalt valaki, 1100-as évek vége felé, harmadik Béla korában, egy Betlehem, micsoda név? Magyar diák Párizsban meghal.
A szülei kiküldenek, nézzük meg, Dunatisza köze, vagy nem tudom, hol történt Magyarországon, vagy éppen Esztergom, szülei kiküldenek Párizsba egy hófehér, felnyergelt, felkantározott lovat. Miért? Mert nem megszűnt a lóval való kapcsolat, és nem is Szent István idején, hanem még Szent László után, Könyves Kálmán idején kezd teljesen, hogy úgy mondjam, eltűnni. Miért? Mert nem feláldozzák a lovat, hanem beadják a templomba. Arra a lóra onnantól kezdve soha senki nem ülhetett rá. Most gondoljuk végig. Tehát vannak fordulatok, valóban. Na de nem olyan, hogy kiirtotta. Hanem olyan, hogy József Attila mondta, gondoljátok meg, proletárok. Pedig ők nem proletárok voltak. És vég nélkül lehetne a példákat idézni. Egyszer valaki szerintem unatkozott, régészeti ásatáson egy ló koponyának a fogait megszámolta. Na most nagy kérdés. Hát én nem, mint egy lónak a alsó, felső ág, nyilván megvan a... Na most kevesebb foga van, vagy több foga van? Több. Több. Ez az egyik. Másik csak koponya és csak végtagok. Részleges lovas temetkezés. Ha ilyet találnak, mindenhol azt mondják, hogy magyar sír. Egészen, még Belső Ázsiában, Mongóliában is, ahol jártunk, akkor Kína területén is, Érdi Miklós is vett részt már elhunyt olyan ásatáson, a részleges lovas temetkezés Pekingtől 500 kilométerre. Na most ez mit jelent? Kontinuitás. Kontinuitás. Tehát nem egész ló, fej az a szellemiség, végtagok a mozgás, többit most nem is kell nagyon részletezni, és nem a kiöregedett lovak, hát erre a lóra már nincs szükségünk. Anyjuk, jó lesz az az apjuknak. Most már tényleg már. Öreg ő is, a lova is, véncsataló, a legjobb évjáratú lovak. Tehát 3 és 5 év között milyen? Még senki nem ült rajta. És több foga van. Hát ha ez nem táltos ló, akkor mi a táltos ló? Na ilyet találnak, honfoglaláskori sírokba, fémalkatrészeket viszont nem találnak ütőszerszámokra vonatkozó. Pedig az ugyanúgy megmaradhatna. És rendkívül fontos. Tehát nézzük meg, hogy ki ez a táltos. A táltos Isten akaratából születik, hogy segítsen a szegény gyermek, szegény embernek. Következő. A táltos Istentől van, hogy tud mindenfélét, onnan kapja a tudományát. Gondolom észrevettünk valamit. Én még olyan adatközlő nem találkoztam, ami úgy szólt volna, hogy a táltos, miután elvégezte a megfelelő végzettséggel járó iskoláit, elment táltosnak tanulni. Ilyen nincs, hanem, és nagyon lényeges, közvetlen kapcsolat, hogy Csontváry Kosztka Tivadar írja, a világteremtő erővel. Tehát a táltosnak a teremtővel közvetlen a kapcsolata. Mit jelent ez a közvetlen? Még közvetítő hírvivőre, angelos, angyal hírvivő. Még az sincs, nem hogy dob. Akkor miért nem becsüljük meg? Tehát ezt meg kellene becsülni. És volt a rosta, és a rostát a népi műveltségben, és akkor Diószegi Vilmos leleményesen meg követői hogy oldották meg ezt a kérdést? Ja jó, dob nincs, de van rosta. Minden el lehet dobolni, hogy érthető legyen. A rosta szemein keresztül felvázoltak ábrákat, babszemek, jövendőmondás, jóslás. Tehát az se dob volt a klasszikus értelemben. Hangsúlyozom, kizárni semmit nem lehet. Miért ne lett volna? De ez nem a táltosra jellemző. Rá az jellemző közvetlen kapcsolat a világteremtő erővel. Táltos az Istentől van, hogy tud mindenfélét, onnan kapja a tudományát. Ők a világ jótevői, Istentől rendelt segítségei a szegény embereknek. Na most képzeljük el ezt a... És képzeljük el az adat közlőt mondjuk 1953-ban. Nem a párt a világ jótevői, de ez akár egyházi körökben is, vagy a
45 előtt. A táltos. Tehát a táltoshoz, és ez a döbbenetes, és ezért utaltam Dacó Árpádra, Lukács atyára, amikor így szépen így könnyező szemekkel belenéz a lemenő napba, és fel, táltos, hát van ezeknek fogalmuk arról, hogy ki a táltos. Tehát újra említem, 19. században még bizonyíthatóan a világi ítélkező kar, tehát a főbíró és a vallási, mondjuk a pap, mint vezető, megadták a tiszteletet a táltosnak. És nem arról prédikáltak, hogy az ördög embere lenne. Miért? Mert mind a két ágazat képviselője rá volt szorulva. Miért? Mert a pap is megbetegedhetett adott esetben. Vagy az ő lova, vagy az ő jószága. De nem csak ezért, hogy haszonelvűség alapján. Ez azt jelenti, hogy volt egy tekintély. Volt egy megjelenés. És a megjelenés mi mindig levesszük a napirendre, pedig mindenkin egyből lehet látni, hogy helyjel közzel, hogy körülbelül mennyire lehet hitelesnek tekinteni. Vak Béla vak volt, hangja alapján mindenkiről felmérte, hogy milyen jellemű ember. Mátyás király nem volt vak, ilyen baja nem volt, mindenki arcán azonnal látta, és mit mondanak a régi leírások? Saját tapasztalata és az arcismeret tudománya alapján egyből felmérte, hogy kivel beszél. Ma médián keresztül jó arcú emberek rossz fiúkat játszanak, gengszter arcú emberek pedig jó fiúkat játszanak a mozikba. Teljes összekutyulás, és gondolom tudjuk, ez teljesen tudatos. Nehogy azt higgyük. Még lehet is tudni, hogy ki vezette be, volt egyszer egy Vadnyugat egyik címszereplőjére gondoljuk. Túl jó az arcod, játsz most el ezt a szerepet. Tehát ezt azért mondom, hogy a pszichológiai részét, tömegszuggesztió, hipnózis egy társadalmi fel. 60-as évek szakirodalma tele volt a hipnotikus irodalommal, 50-es, 60-as évek. Ma már nem kell, mert a mesterséges intelligencia elintézi. Tehát hogyan lehet tömeghatást gyakorolni nagy sokasságra, rövid időn belül? Ők a világ jótevői, Istentől rendelt segítségei a szegény embernek. A táltos csak jót szokott tenni az emberekkel. Szegény ember segítője. A táltos Istentől kapja tudományát, az Isten úgy adja őt. Az Isten őtet úgy teremtette, az Isten úgy adja őt. Tudománya Isten rendelése, Istentől kapják a tudományt. Tehát gondolom észrevettünk valamit, most egy csokor mezei virágot hoztam körülbelül olyan. Ez az általános vélemény a magyar nyelvű Kárpát-medencében. Tehát ez mit? Nincs oldalirány. Hogy addig járt az iskolába, még kikupálódott, kiművelte magát. És nagyon jó tanuló volt. Az Istentől kapja. És ha nem onnan kapja, sehonnan nem kapja. Miért? Mert olyat tud, amit itt nem lehet megszerezni. Vagy onnan hozza ingyen kegyelmi ajándékként, vagy nincs az az élethelyzet, ami ezt innen ki tudná emberből szikráztatni. Az ember kis túlzással mondani szokta, biztos hallottuk azt a megfogalmazást, megtáltosodtam, megtáltosodik. Na most olyankor nem olyanok vagyunk, mint átlagban, nem rosszabbak, hanem meglepő módon hirtelen annyira jók vagyunk, hogy se magunkról, se a környezetünk nem hiszi. Na megtáltosodtál. Na, táltos ott kezdődik, ahol nekem a legrendkívülibbi tulajdonságaim csúcsra jutottak. Tehát ezért van az értetlenség. Tehát szokjunk hozzá, nem hétköznapi. Nem az dönti el, hogy dobol vagy nem dobol, pipázik vagy nem pipázik, van rajta cifraszűr vagy nincs rajta cifraszűr, hanem az, hogy táltos vagy nem táltos. Aztán tudománya Isten rendelése, Istentől kapják a tudományt. Isten őtet bölcsen teremtette, 1711-es megállapítás. Az Isten az anyja méhében úgy formálta, ez 1725, ezt majd idézni fogom, Balási Erzsébet női táltos. Megkérdezik, hogy mi a tisztük a táltosoknak, és mit lehet róluk tudni, és remélem megtalálom, persze ilyenkor nem találom meg. Na, talán majd előkerül. Lényeg az, hogy azt mondja, hogy kitől kapta a tudományát, honnan tud gyógyítani, kitől tanulta, senkitől.
Az Isten az anyja méhében úgy formálja őt. És mi a rendük, feladatuk a táltosoknak? És most jön a meglepő. Az égben harcolnak a birodalomért. Hogy mennek oda, mint egy bírósági tárgya, hogy mennek? Hétköznapi úton, hát nyilván nem lehet menni, vagy valamire. Az Isten szárnyat ad nekik, és úgy repülnek oda. És gondoljuk végig, hol van itt valami más? Hát van egy teljes hagyományvilág, ami teljesen egységes. Aztán olvasom tovább. Az Isten öt bölcsen teremtette, ez volt, táltosnak születni kell, táltossal vele született a tudománya. Táltos gyerek, amint születik, táltos. Aztán egy kicsit jövünk a föld felé. A táltos pedig úgy születik azzá, maga sem tehet róla, már a planéta, amelyben született, hozza azt magával. Magyarul ez mit jelent? Kapaszkodjunk meg, bolygóállás. Planéta az a bolygó. Tehát ez mind fent, úgy bent, tehát vannak nagyon szép népmesék világában jelenik meg, mikor születhet meg a gyerek. Két vándor betoppan egy szegény ember házához, kérik, hogy fogadják be őket, és mondja a szegény ember szívesen, de nem tudja őket ellátni, mert a feleség éppen most szül. Ki lehet találni, hogy ki ez a két ember? Jézus Krisztus és Szent Péter. És mit csinál Jézus? Azt mondja Péter, Péter, menj ki, nézd meg, milyen az ég. És mondja, be van borulva felhős. Akkor még nem születhet meg. Eltelik egy idő. Péter, menj ki, nézd meg, milyen az idő. Szakadozik a felhőzet. Akkor még nem születhet meg. Péter, menj ki, nézd meg. Gyönyörű csillagos ég van. Akkor megszülethet. Ma siettetik a születést, elindítják mesterséges úton, és ugyanakkor késleltetik a halált. Erre majd még vissza fogunk térni. Ma már egy ember természetes úton alig tud meghalni. Már rég magától békében méltóság, ez most nehogy félreértsük valamit, mert itt most már nagyon elmentek a lovak, és már nem lehet visszafordítani, mert elaljasították a világot. Hát régen egy pedagógus lekevert egy pofont a gyereknek, a gyerek mennybe ment. Ma börtönbe megy a pedagógus. Hogy értető? De ma ne is verje, mert hisztérikus a szülő, hisztérikus a pedagógus. De mert azzá tették, hogy értető legyen. És ezért nincs nevelés. Ez nem azt jelenti, én egyszer hallottam egy olyan interjút, de nem is egyszer, nyilatkozik egy nagyon ismert személyiség, és azt mondja, életemben édesapám mindössze egyszer vagy kétszer pofozott meg, de áldom emlékét, csókolom kezét. Miért? Mert ha akkor szövegelt volna, és nem egy pofontad, fogalmam sincs, hogy mit tettem. Hát Jézus véletlenül nem szokott így viselkedni? János evangélium második fejezet. A templomból nem kibeszéli a kufárokat, hanem ostorral kiűzi. Tehát van olyan szint, hogy nem lehet szövegelni. De mit nem lehet ebben megint megérteni? Nyugodtan felballaghatott volna a szószékre, prédikálhatott volna, de még csak véletlenül. Mindig érezni kell, hogy minek hol van a helye. Na de ez a legkevesebb, mert próbáljuk. Na most van egy olyan bolygó, ez a neve, hogy Magyarok csillaga. Ez melyik bolygó? Ez a Jupiter. Tehát ez mit ilyen nyilasban van otthon, és említettem Túróczi János krónikáját, ha véletlenül kimaradt, tehát ő maga elmondja, hogy nem véletlen ősi bölcsesség, hogy a magyar nép, mert minden időben a nyilas csillagkép alá sorolták be. A nyilas csillagkép irányába keleti megnevezése ló. Van a tejút rendszerünknek a központja. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a tejút rendszer központjában az úgynevezett atyai teremtői erők, most Pap Gábort idézem, kihelyezett székhelye. Tehát a teremtői energiák. 100 vagy 200 milliárd csillag van a tejút rendszerünkben, tehát mi nem csak a Földön élünk, nem csak a naprendszerben, itt vagyunk egy tágasabb univerzumban is. És vagy onnan jön be a teremtői erő energia, vagy sehonnan, ahogy mondani szokták. És Jézus milyen járművön érkezik vég, vissza majd az utolsó ítélet napjaiban. Megnyílik az ég, hol tud megnyílni?
nyilván nyilasnál, megnyílik, és jön valaki fehér lovon, hoppá, pogány. Tehát ezek egyetemes tájékozódási prontok. Tehát ez nem keresztény, ez nem hindu, könyörgöm, ott van az égbolt. És nem véletlenül van ott. Minden esetre Giordano Brunót azért ítélték mágia halálra, én ezt olyan emberektől tudom, akik ezt a szálat egyházon belül már felvették, és komolyan veszik azt, hogy a görög nyelvű evangéliumban, amikor Jézus azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, akkor ott mi szerepel? Kozmosz. Más juhaim is vannak nékem. Tehát ez mit jelent? Ha ő a teremtő fia, elnézést, akkor ide csak leszületett. És ő a világ teremtésének első pillanatától, amikor a hármasság úgymond kialakul Atya, Fiú, Szentlélek, benne van az Atya kebelében, de majd az Atya kinyilvánítja őt ennek a világnak. És amikor elhívja a tanítványait, akkor mit mond Jézus? Mert a tanítványok berzenkednek, hogy nem méltók rá. Én ismertelek titeket, mielőtt lettetek volna. Akkor van előélet, vagy reinkarnáció, vagy valami? Hát mit mond maga Jézus Illés keresztelő Szent Jánosról? Illés proféta volt, ő csak nem ismerték fel. Világos, nem zsinat fogja eldönteni, vagy mi fogja eldönteni, meg nem ez a beszéd fogja eldönteni, hanem tűnődjünk az élet értelmén. Ha szülők tulajdonságai gyerekekbe öröklődnek, akkor ez nem reinkarnáció. Ugyanazok a tulajdonságok testet öltenek. Ha majd a cseresznyefán idén lesz cseresznye, akkor nem reinkarnálódott a cseresznyefán a cseresznye. Ha az eredendő bűn öröklődik, akkor elnézést. Akkor mi itt a probléma? Az reinkarnálódhat, öröklődhet. Más nem. Hát egyszerűen döbbenetes egyébként így látni időnként a forgatagba, hogy annyi szépség van a minden világvallásban, minden hagyományban, és mindenhol össze-vissza, nyilván sokan ezt a szöveget is annak tartják, de azért az ember nem úszítgatni akar. Jó, akkor együtt beszéljük meg, mit értett azon Jézus, hogy Illés proféta volt, ő csak nem értették meg. Akkor mit értett azon? Ja, ezt nem úgy kell érteni. Akkor hogy kell érteni? Illés ő. Csak nem ismerték fel. És ez nem azt jelenti, hogy keresztelő János ennek tudatában volt. Nem ezt jelenti. Lehet, hogy megkérdezték volna keresztelő Szent Jánost, és körbenevette volna az illetőt, hogy én Illés, ne vicceljél már. Egyébként elmondja, hogy nem vagyok se Illés, se proféta, kiáltó szó vagyok a pusztában. De Jézus pontosítja. És a tanítványait hogy hívja? Ismertelek benneteket, mielőtt lettetek volna. És ezek döbbenetes tételek egyébként úgy időnként alapjáraton. Tehát, és a nyilasban van a Jupiter, hogy úgy mondjam, otthon. Ez a Jupiternek a világos otthona. Az a magyarok csillaga. Tehát, ha valaki történetesen a magyar sorsra kíváncsi, akkor, hogy mondjam, mindig a Jupitert kell nézni. Mi az a magyarok csillaga? Milyen helyzetben van? Persze, hogy mást is. Táltosnak születni kell, kiképeztetés által senki táltossá nem lehet. Ipoly Arnold 1854, magyar mitológia. Tehát kiképeztetés által senki táltos nem lehet, születni kell. És képzeljük, egy római katolikus pap nem bírálja felül. Ezek a babonás népek miket szövegelnek, meg Isten rendelése. Hát hol élnek ezek? Hol élnek? Na minden esetre Giordano Bruno halálosan komolyan gondolta azt, hogy a kozmosz, csak arról van szó, világ világossága. Magyar nyelven mit jelent a világ? Hát én úgy tudom, hogy az egész világot jelenti. Csak a kozmoszból görög nyelven nem jutunk el a fényhez. Magyar nyelv világ világosság. Világosság. Tehát már el lehet jutni nagyon szépen és nagyon hálás úton. És miért ítélték el? Mert azt mondta, hogy máshol is kell lenni életnek. Ennyi. És az UFO se többet, se kevesebbet nem jelent. Egy angyal is UFO. Miért? Nem azonosítható, repülő, most ne tárgynak nevezzük, mert ez már... Nem tudom, hogy mi az.
De van. Elnézés, miért ne lenne? Csak nem biztos, hogy úgy van, ahogy feltételezzük. Hanem megint utána kell járni. Hát nem színpad a világegyetem, az univerzum. És ezért van az, hogy csillagászati könyvek leírják, hogy nagyon sok ember már nem is tudja azt, hogy a földi élet csillagászati. Szakkönyvek nem is létezne a földön nap nélkül élet. A nap napi útját sem tudják. Na most ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy az ember olyan szinten él 8 milliárdos multiplikációjában, nem biztos, hogy már embernek nevezhető. Elnézést, ember az egy nagyon komoly szint. Embernek születni nem azt jelenti, hogy emberek is leszünk. Az egy óriási lehetőség. Na minden esetre reménykedjünk, hogy az lesz. Következő, a táltos a hatalmát, erejét, már itt van, a csillagokból kapja. Ezek mindig a szabad ég alatt éltek, és hatalmukat, erejüket a csillagokból kapják. És itt átmegy a szöveg, kapják. 50-es, 60-as években még valószínűleg tényleg elvétve lehetett találkozni velük. De van olyan is, hogy nem biztos, hogy olyan környezetbe születik, ugyanis Ipoly Arnold is leírja, mert leírják a táltosok tulajdonságát. Tehát csak Isten adja, Isten tudása, foggal születik, hat ujjal születik. A táltos gyerek csendes magaviseletű, magányos, de nagyon erős. Tehát ez azt jelenti, hogy a nagyobb környezetében gyerektársait azokat pillanatok alatt el tudja intézni. Érti a madarak, virágok, füvek, növények beszédét, mint a csillagszemű juhász a népmeségbe, tehát érti. Tehát ez azt jelenti, hogy nem kell szótár. Nem meg csak megérzi, hanem érti. Ismeri a csillagok járását, ismeri azt, hogy a csillagok mit jelentenek, és amikor nagyon szerények, akkor mondjuk a fák hajladozásából, a szél zúgásából, a lemenő nap fényéből megmondják nekem vagy neked, hogy mi vár rád holnap. Hol van itt dob? Hát elnézés, ez is pogányság, nem tűnik föl? Hát ennél nagyobb pogányság, amit idézőjelben mondom, és az, hogy még dobolt is, haba tortán. Nem eltitkolja, nem az, hogy nem fecsegi ki, hanem van egy alapvető dolog, és ezt leírja Hoppál Mihály, leírja Diószegi Vilmos. Hoppál Mihálynak olyan könyvei vannak, hogy rendkívül gazdag képanyaggal rendelkezik. A szertartás így. Már őskori szikla rajzokon megjelenik, az így. Az így. Tehát ez mit jelent? A sámánizmuson belül is az első állomás nem a dob volt, hanem az így. És nézzük meg, mit tud egy íj. Hát amikor először hallottam, így feligyasztam magam. Felajzott állapotba kerültem. Hát egyrészt mi mindenre használható egy dob, mi mindenre használható egy íj. Melyikhez kell nagyobb tudomány? Hány reflex íjat hagyhattunk el, úgymond hadjáratok alatt? Mondjuk Augsburg térségében valaki kezébe kerül egy honvisszafoglaláskori reflex összetett íj. Le tudták gyártani? Lehet ma koppintani? Nézték, és nem tudták. És a magyarok nyilaitól, hát jó, most nem ajánlom nekik, de lehet erre is használni a nyilat. De alapvetően mit jelent? És minden nép hagyományába, Upanishadot idézem. Ez a brahmanizmus és a buddhizmus közötti időszaknak a csodálatos világa egyébként az Upanishadok. Ez azt jelenti, hogy a király tanítja már a fiát, mert a papokat már nem tartották sokszor tanításra alkalmasnak. Van ilyen. Lejár a szavatosság ideje. És akkor nem a brahmanák, hanem a ksatriák vették át a szellemi dolgoknak a irányítását. Most érdekes, mondok egy érdekes képtípus. Adva van egy magyar király, koronát angyalok tartják a feje fölött, országalma és jogar van a kezében, szent koronát tartják az angyalok, és itt mellette a fia zsámolyon ül, és liliomot tart a kezébe. Na most kitábrázolnak az ilyen képek, tömegével van. A fia liliommal, hát
ki a liliomos herceg, királyfi, szüzesség virága. Ifjúsága virágában halt meg úgy, hogy nem élt olyan életet. Hát Szent Imre. Ki mellettül? Az apja. Na de mit jelent apjának a neve? A Stefanos Stefanos? Hagios Stefanos görögül azt jelenti, hogy Szent Korona. Sanctus Stefanos latinul azt jelenti, hogy Szent Korona. Ez névvé vált. Ez azt persze mondja, nem korona, nem koszorú. Jó, hagyjuk. Tehát nem egy vallástörténész leírta, hogy Szent István a magyarok királya, mint Szent István, vegyük már észre, még a neve is a koronát jelenti, pont. Na de mellette ül a fia. Mit jelent a szanszkrit nyelven az Upanishad? Mert arra gondolunk, hú, biztos valami, a teremtés központjából áradó fénysugár, ami a mester irányából érkezik, és a tanítvány 126. szemét a homlokán fölnyitja. Mellette ülni. A mester lábainál ülök mellette. Na most ezek az ősképtípusok. És aki mellett ül, mondjuk a mester, nyilván azt tanítja. Most Szent István mire tanította a fiát? A Szent Korona tanára nyilván, ha ott a Szent Korona és rajta keresztül, és egy királynak azt ismerni kell. Most az Upanishadokban szerepel, feszíts meg a tudatodat, mint egy íjat. Tedd rá a megfeszített tudatodra, úgymond erre, hát így megfeszített koncentrációs helyzetet kell elérni, a szent imádságot vagy mantrát, az aum az om szótagot. És ezt irányíts Brahma felé, és ezzel találd el őt. Na most ez mit jelent? Mi az íj és nyíl? Zen buddhizmusban is a meditációnak, vagy a révülésnek az útja. Tehát elsősorban az, hogy Pap Gábor mondani szokta, ha belül nem célzom meg, és nem találom el, kívül soha nem fogom megtalálni. Tehát Nimród nagy vadász vala az Úr előtt, nem lelőni akarja, hanem megcélozni azt a tartományt, azt a minőséget. És tulajdonképpen a sámánizmuson belül is az első révülési eszköz az az íj volt. Na most az íj húrjait, ha pengetem, pengetős hangszerhez jutok el. Lehet pengetni? Olyan kétségbe esetten néznek rám, hogy kezdem azt hinni, hogy nem csak én vagyok zenei analfabéta, hanem tulajdonképpen összehoztunk egy klubot. És akkor mindenkinek szabad bejárása van. Ütőgardon. Hát megfeszített húr, elnézést. Azt csinálok vele zenei úton, amit akarok. Na most a dob ennyire összetett és ennyire sokféle? Tehát a íjat lehet arra használni, amit a dobot. A dobot viszont nem lehet arra, amit az íjat. Na most ezek a legfontosabb tanulságok, és mindig ezt kell megérteni, hogy többlethez jutunk, vagy elnézést, kevesebbet kaptunk. Hát van itt éppen elég többlet. Tehát ez többek között a meditációnak, és vannak olyan képek sámánokról, hát gondolom nagyon egyszerű a mozdulat, kis felajzott ezeknek, ez is a nevük, mert nem csak a sámánnak van szakneve, meditációs íj. Nyilván nem az íj fog meditálni, de szánkba rágja a nemzetközi szakkutatás, végre most jól megrágta nekünk, hogy meditációs. Isten nyila hol van? Isten nyila, az micsoda? Maga a villám. És akkor miről beszélünk éjjel-nappal? De az a helyzet, hogy így direktbe tátosainknál még ezt sem fogjuk megtalálni. A magyar lovas, íjfeszítő nép. Milyen kozmikus tulajdonság körképviselője? Már említettük, nyilas, vagyis a ló. Ha lóval temetkezem, könyörgöm, hova megyek? Lelkek útján szalmával van kitömve a lóbőr, találtak maradványt, tehát a fej a szellemiség, a végtagok a mozgás, szalma hullajtó út, tejút egyik neve. Most miben reménykednek 1500 évvel ezelőtt az ősök? Csak lesz annyi eszük, hogy ezt össze tudják olvasni, hogy mind fent, úgy lent. Tehát mi visz engem a lelkek útján? Mert a tejútnak nem csak hadak útja a neve, nem csak országút, nem csak mennyég útja, nem csak Jézus Krisztus útja, nem csak Isten útja,
nem csak, hát a lölkök útját mondtam, nem csak madarak útja, nem csak szarvasok útja, nem csak tündérek járása, hihetetlenül gazdag lelkek útja, lölkök útja. És hova akarunk jutni? Haza. Hol van az a haza? Mennyek országában. Milyen irányban van? Egyenesen csak azon az úton lehet menni. Mert nem véletlenül vannak a grádicsok. A halott a túlvilági útra indul az első állomása minden nép hagyományában. A hold. Hát az van legközelebb, az a belső határjelölő. Szaturnusz szabad szemmel a legkülső látható bolygó, külső határjelölő. Tehát benne vagyunk egy rendszerbe. A holdból viszont hova kell jutni? Hát az igazság tükröre a liturgiában holdsarlón szokott állni Szűz Mária. De ki az igazság napja? A világ, e világ világossága, sol justitiae, maga a fiú Jézus Krisztus. Tehát a holdból napba, és akkor onnan tovább, fel a lelkek útjára. Ez nagyon fontos ügy, nem vesszük komolyan, de a táltos még normális emberek világában közlekedett. Tehát mit jelent? Betér valahova, és mit kér? Tejet. Nagyon egyszerű, amikor először hallottam, hát akkor így mennybe mentem. Miért? Hogy ennyire elfelejtünk gondolkodni. Úton jön, el van fáradva. Mert azért jön, mert elfáradt. Oka volt ennek, viaskodott, küzdött, gyógyított. És olvassuk össze, úton jön, tejet kér. Milyen út? Tejút. És elmondják táltosról, táltos tejen, tojáson, máson kívül egyebet soha nem kért. Tehát amikor pazar vendéglátás volt, mondjuk Hortobágyi csárdában, a híres táltos, ha történetesen bemegy, még a csárdában is csak tejet kér, és azonnal hozzák neki. És nyilván, ha én sok tejet iszok, megint nem leszek táltos. De mivel magyarul beszélünk, érezni kell, nem a naprendszer ilyen erőtér működik. Ezért rendkívüli. Ezért megfoghatatlan, hanem alapjáraton egy tejútrendszeri nagyságrendben működnek ezek az erők. És ezért van az, hogy a táltos sok általában a két legismertebb állatalak, amiben viaskodnak, az a bika vagy a ló. De minden esetben páros a küzdelem. Most az évkörön belül a nem egymás életét kioltó testvérpár, hanem az egymásért küzdő. Hát tőlünk keletre azért van annyi birkózó játék. Azért szent sport, úgymond. Miért? Nem meggyilkolni akarják egymást, hanem hatalmas erőkifejtés, amit egy ember egymagában nem tud, és a küzdő fele pedig ilyenkor kihozza belőle, ha úgy jön ki a lépés, a legjobb, legmagasabb szintű erőket. Tehát egymást inspiráljuk, hogy melyikünk lesz a legjobb. Tehát ikrek, elindul egy felfele törekvő, az állatövi jegyben is ez a két párhuzamos, ezt fogja jelenteni. Tehát ikreknek a túloldalán van a ló, tehát a nyilas, tehát ez mit jelent? Ha két ló, akkor simán ebben az ikrek nyilas tengelyben, a tejút tengelyben vagyunk. De mi okozza a bika jelenlétét? Fehér bika, füstös bika, fehér bika, kormos bika. Kivel kell nekem megküzdeni? Nyilván minden ilyen küzdelem saját magunkkal való küzdelem. Ez vitathatatlan. Hát az egyik fehér, ez a jobbikéne. A másik kormos, fekete, nem léphetek tovább, ezt le kell győzni. A bika pedig érdekes módon nem a nyilassal szemben van, hanem az ikrek előtt. Ott van a tejútrendszerünk széle. Na most, hogy ne sodródjon ki a földi élet, oda a külső sötétség. Bibliában ezt jelenti a külső sötétség, ahogy majd lészen fogak, csak külső sötétség. Tehát amikor kívül vagyunk mindenen. Tehát innen nyáron befele, ha látjuk, a tejutat gyönyörű szépségűnek látjuk. Mi, mert a közepe fele látunk. Télen, hát ilyen csordogáló vékony kis sáv. Mi, mert a széle van. Széle van. Hát hol kell küzdenem azért, hogy ne sodródjak ki? És jön egy bonyolultabb dolog, tudom, hogy senki nem fogja elhinni, hogy ők tudták. Tehát, hogyha az ikrek jegyében küzdök, melyik állatövi csillagkép van, hogy úgymond fölöttem?
mert az egyik az időbeli, de a precessziós csúszás miatt az állatöv időbeli egysége és térbeli egysége nem esik egybe, van egy csúszás. Tehát amikor mi történetesen május 26-án vagyunk, ez az ikrek hónap állatövi jegynek az eleje, mögötte a bika csillagkép van. Tehát ez mit jelent? Az állatövi csillagképek síkjára emelkedik fel a küzdelem, és hogy? Révülésben, rejtezésben. És ezért van a leírásokban, hogy bemegy a táltos és mondja, éjfélkor nézzenek föl az égre. Nem azt mondja, hogy doboljanak. És ott látnak két fölhőt. Az egyik sötét bika alakú, a másik, hogy úgy mondjam, ilyen fehér bika. Na, mi fogunk most küzdeni? És majd látni fogjuk, hogy mikért küzdenek. Már most megelőlegezem. Már a birodalmat hallottuk, ez a fény, a fényért kell küzdeni. Az országért, az időért, nem tűnik fel, hogy nincs idő. Nem küzdünk meg érte. Vége az időnek, idő többé nem lészen. Hol gyors, hol lassú, hol haldoklik, hol agonizál, egyszerűen megfoghatatlanná vált. Időért viaskodó táltosok. Tehát ez a főtét, hogy jut időm, mint a nemzet egyik tagja és a nemzetnek, népemnek, vagy nem jut idő. És ha nem jut idő egy népnek, akkor az azt jelenti, hogy nagyon partvonalra szorult. Tehát ott tényleg nagyon kell vigyázni. Táltos foggal születik a világra, foggal született gyermek jövendő mondó tehetsége van. De egyébként, ami meg fog történni. Na most mit jelent ez a fog? Megint azt itt, tehát valaki foggal vagy több ujjal születik, attól még nem lesz táltos. De a táltosnak több foga vagy több ujja van. Nálunk a Kárpát-medencében, meg máshol is egyébként eléggé sajátos jelentés, hogy több letekkel születnek. Mária Terézia hozta azt a hivatalos, orvosi jogban ma is létező törvény, csak úgy nem foglalkozik vele mondjuk a kulturális orvostudomány, orvostörténet. Ezt úgy nevezik, Pap Gábor nevezte el így, táltostalanítás. Miért? Mert neki is volt egy unok, hat lábúja született, ha jól emlékszem. Szülők megkérdezése nélkül leoperálhatják. Mária Terézia óta. Meg lehet indokolni, milyen cipőbe fog járni. Ha a kezén van, osztálytársai ki fogják gúnyolni. Hát mert olyan lett a társadalom. Na de ha foga van, akkor a bába, most már nem a bába. Nem is tudnák megoldani. Tehát csak jelzem, hogy elképesztő a felszínen az, hogy arra gondolnak, hogy egy rendelettel valamit meg lehet szüntetni. Nem. Van ilyen. És van, akinek több bordája van, több csigolyája, vagy csont. Hát Petőfinek nem tudom hány csont kinövése volt. És az sem... Hinném el mindig, hogy ez a farkas fog, ez nem több fog volt, ami állandóan kilógott, mint egy szatírnak a szájából. És akkor néha Jókai Mór fölé hajolt, és így, amikor már nagyon nem kedvelte, és akkor Móri, Móri, és akkor a fogait így bele. Tehát tényleg az ő csontváza, ha előkerül, és mi lett belőle, gondoljuk végig. Nos, mit érdemel egy olyan nép, már elnézést, amik pont a rendszerváltoztatás úgymond idején hagyta magát ennyire lebeszélni dolgokról. Nem tudunk felnőni az adott történelmi feladat. Démonizálja, csak nem gondol, hogy Petőfi Barguzin, csak nem gondol. Hát ott volt a segesvári félegyházán halt meg, vagyis fehéregyházán, bocsánat. Látta valaki meghalni? Ja, senki soha nem látta. Senki nem tudta, hogy mi történik vele. Jókai Mór még 1867-ben is írja, Arany János pedig 50-es évek, hogy hazánkban nincs egy Antigoné. Ennyit nem ér meg Petőfi Sándor. Csak meghalnak nemzedékek. Aztán jön első világháború, jön Trianon, jön második világháború. Nehéz rendezni közös dolgainkat. Hát most meg milyen cirkusz van a világban adott esetben. Nyilván nem ezek lesznek a legfontosabb feladatok. De nagyon sok lehetőség már elment sajnos. Na, de aznak a lehetősége nem megy el, hogy nem mondjam, hogy foggal születik, és akkor a fog megint mi mindent jelent. Tehát jelent, fog, ez mégiscsak a fejhez tartozik, a fej pedig a szellemiségnek a szintje.
Tehát milyen fogékonysággal többlet fog, ez többlet fogékonyság. És mit fog mondani? Ami meg fog történni. Nos, melyik nyelven lehet ez? Foggal születik. És akkor mindenki keresi a fogat. Fogékonysággal születik. És aznak lehet fog is a megidézője. És gondol, hat új, fogni is lehet kézzel, ujjakkal. Tehát kiderül, hogy egyetlen egy szó, hogy mivel kell születnie, már megint hatalmas folyamatokat tud elindulni. Rendkívüli erővel rendelkező táltos gyermek, aki foggal jön a világra, bölcs és tudákos, de csak 7 évig él meg. Na ez a lényeg. Tehát amikor a borzalmas esetet elmondtam, és tényleg lehetett látni, én is megijedtem és megszeppentem, hogy jaj, mit mondtam. Tehát érthető, miért veszi ki a bába a fogát? Valószínűleg nem azért, mert magyar ellenes, hanem mert a szülők szeretnék, hogy a gyerek megmaradjon. Ha táltos lesz, akkor hol van az otthona? Az otthona nem a háza, hanem a hazája. És nincs az a szülő, aki, hogy mondjam, tervezi a gyerekeivel az életét, és akkor 7 éves kortól le kell mondani a gyerekről. És tényleg eltűntek. Ezt gyakorlatilag, ha nem is azt mondom, hogy felelősségem tudatában, mivel nagyon masszív a hagyomány, tehát a táltost a hely nem fogja. Egy területen, hogy úgy mondjam, lehet otthonos, de és a másik a láthatatlanná válás naponta megmutatkozó képessége. És akkor gondolom, én dovolhatok éjjel-nappal, láthatatlanná nem fogok változni. Tehát senki nem tudja, hogy honnan jön. Tehát ez mit jelent? Egyszerűen betoppan, és tejet kér. Na de ott van az ördaru, mert régen volt ilyen sárét a környékén, és gondolom, tudjuk, egy indiánnak életében a legnehezebb feladat természetkörnyezetben a daru tollat szerezni egy indiánnak, az azt jelenti, hogy lehetetlen. Nálunk minden fattyúk alapján ott volt a daru toll. Nálunk az udvar ördaru. Na most döbbenjünk meg valamin. Itt a darut milyen mágikus tudomány az, hogy gyakorlatilag jobb őrző volt, mint egy kutya. Tehát mi ezeket el nem tudjuk ki. Ördaru, ezért van is egy ilyen festett mennyezet kazettás templomokban, rendőre megjelenik az egy lábon áll. Másik kezébe meg így követ fog. Miért? El ne aludjon. Hát ez nyilván egy ilyen képi beszéd is. A daru ébersége az gyakorlatilag az felülmúlhatatlan. Nem lehet megközelíteni. Ezért nincs az a Mohikán, Delavar, mindig ezeket mondom, Siksika, Dakota, Hopi indián, ott valószínűleg Hopiknál nem is nagyon. Van, aki egy daruval kapcsolatban, mert nagyon, nem félénk, nagyon óvatos. Nagyon. Nálunk ott voltak bent a házakba, az udvarokon. És ott a kutya, ott a daru, és a táltos pedig megérkezik. Honnan jött? Sehonnan nem lehetett látni érkezését. Kéri a tejet, megkapja, megy tovább, és a következő pillanatban hol van? Eltűnt. Ki látott táltost meghalni? Soha senki. Ezért alakultak ki az a hagyományvilág, hogy a halálakor elmegy a föld peremére, belekapaszkodik a lemenő nap sugarába, és oda megy, ahova a nap éjszaka tartózkodik. És ha ilyet én az Iliászba olvasnék, 3 napig fetrengenék a gyönyörűségtől. Hogy érthető legyen. Gondoljuk végig, milyen képek. Elmegyek a föld peremére. Hol van? Van olyan népmese, amelyik azt mondja, hogy ott van a föld pereme, tehát a világ vége, ahol a fecske féltérdre ereszkedve issza a vizet. Tehát oda a föld és az ég összehajol. És a lemenő napfény sugarába, hát Egyiptomban mi az egyiptomi pertem heru, perem heru, ez azt jelenti, egyiptomi halottas könyv, a napból való kilépés. Nem tudják jól lefordítani. Mi az, hogy a napból kilépek? Hát azon a napon meghal. De pontosan erről elmegy a nappal. Napszentülte, napszállta. Keleten felkelő nap hozza az életet, a nyugaton pedig szentül az élet. És ezért, ha sírokat úgy tájoltak honvisszafoglalás korába,
És ez is egy gyönyörű észjárás egyébként. Ha valaki nagyon fiatal volt, nem temették mélyre. Minél öregebb volt, annál mélyebbre temették. Miért? Mert ez a nemzet a hazának a gyökérrendszere. Nagyon mélyre megy. Aki fiatalon, gyerekkorban hal meg, hát az gyakorlatilag nem ereszt egy, mondani szoktuk, nem ereszt egy gyökeret. De őket rendre nem nyugat felé fektették fejjel, hanem kelet felé. Ez mit jelent? Várjuk, hogy visszajöjjön. Hát minden családban tudják, nem tudom, hogy tudják-e, de elmegy egy gyerek, és születik rá egy-két évre, azt gyakorlatilag azért nem síratták el annyira, mert tudták, hogy hát nyilván, aki akkor nem tudott megfogni, végig Bethlen Gábor idejéből, Zrínyi idejéből gyönyörű szövegeink vannak, hogy hogy viszonyultak ehhez. Maga Rákóczi is leírja az egyik testvérét, hogy korán meghalt, nem is ismertem, vagy az egyik fiát, mint a gyertyaláng úgy lobbant el. De amilyen nevet adtak neki akkor, ellobban, mint a következő fiúgyerek, ugyanazt a nevet kapta. Miért? Mert úgy gondolta, hogy mégiscsak ő jött vissza. Hát elnézést, a lélek az nem test. Van leszületés, fogantatás előtti élet is. Nyilván ezeket nem lehet így bizonyítani, hanem ez hagyományt lehet köré rendelni. Táltos ember, tehát hol tartottunk? 7 évig él meg, azután egyszerre eltűnik. Gyönyörű Kós Anna, ő nem is tudom, hogy melyik tájegységnek volt a híres táltos nő, azt mondja, 7 éves korában a szülei mondják el, kimegy a ház elé, felhősödik, és azt mondja, nekem mennem kell. És elreppent, és azóta nem látták a szülői házba. Hírét távolról aztán hallották. És hogy milyen tud lenni ez a hír, hát egyszerűen döbbenetes. Arany Jánost fogom idézni. Toldi, 4. fejezet, 21-22. Mondd meg, ez jó Bence az édesanyámnak, gyászba borult mostan Csillag a fiának. Egykorig nem látja, még nem is hall róla. Eltemetik hírét, mintha megholt volna. Olvasom tovább. Tehát, hogy mennyire élő a hagyomány. Nem csak periratokban, nem csak mondai hagyományban, végigvonul a költészetünkön, mint a világ legtermészetesebb dolga. És akkor így szól. De azért nem hal meg csak olyaténképpen, mint midőn az ember elrejtezik mélyen, és mikor fölébred bizonyos időre, csodálatos dolgot hallani felőre. Most ezt minden táltosokról szóló idézik, mert ez az elrejtezés. És mi a táltos hivatásnak a lényege? Csodálatos dolgokat tesz. Tehát a táltos ott kezdődik, ahol csodák történnek. Én ott végződök, már elnézést, ahol egyszer egy csodát az életemben látok. Tehát tényleg egy rendkívül. Hát Csontvár itt mindenki táltos elhivatottságú festőművésznek tartotta. Megvan az elhívás, te leszel a világ legnagyobb napútfestője, nagyobb Rafaelnél. Utána járt, 27 éves korában történik az elhívás, hát ezért nem szeretik őt, mert ezt a jelenségvilágot már szeretnék az emberiség köréből kiiktatni. Majd a tévéből, internetről tájékozódni, nem kell rendkívüli tájékozódás. És nem lett nagyobb napútfestő Rafaelnél? Hát egyszerűen döbb, hogy érthető legyen. Nem mesebeszédről van szó. Nem csodálatos tetteket hajtott végre? Mondok egy egyszerű példát. Valaki elmegy Baalbek. Megpróbálják megmagyarázni. Már lassan ott tartunk, hogy nem is tudom, hogy hol tartunk, mert tényleg minden. 33 négyzetméteres a vászon. Nem azt nem tudjuk, hogy festette a képeit, ha mik ezek a napútszínek, amiket használt, hogy nem kopnak, hogy ma is olyan elevenek, mint hogyha fél órával ezelőtt festette volna. Tehát nem erről van szó, hanem hogy feszítette fel azt a vászlat. Én egyszer inasként festőnél dolgoztam Bécsben, az volt a feladat, hogy egy gics festő, ebből élt. Disszidens magyar, és nyári munkának nagyon jó volt. Tehát ez azt jelenti, hogy volt egy ilyen nagy műterem lakás, és a vásznakat fel kellett a keretre feszíteni. De ekkora keretre.
Most nézzük meg akkor a termet, hogy azt a falat beborítja, és a mennyezeten túlhalt. Hogy feszítette fel? Ugyanis én egy ekkora keretre felfeszítettem a vásznat, és sokszor a szobákon keresztül, mint egy csatabárgy jött hozzám vissza, hogy újra, miért? Hát, hogy festeni lehessen. Nem lehet túl feszes, nem lehet túl nagymatag, tehát annak megvan a maga módja. Hát gondoljuk végig, amikor egyedül valahol odahaza lakásba valamit próbálunk így összekötni, és mennyire nem megy. És nincs, hogy a beduinok természetesen örömittassan beálltak oda, és neki feszítették a vásznakat. Na, itt kezdődnek a dolgok. Tehát van egy hivatalos művészettörténet, és nem tudnak mit kezdeni mondjuk Csontvárival. Mert az, hogy Chagall hogy festett, ezt elmondják. Picasso hogy festett, el lehet mondani. Csontvári hogy festett. Ha jó, beszéljünk másról, jók a képeim. Ja, nekem nem is tetszenek a képei, mert annyira nem jók. És akkor már elterelődött a téma. Na, nem akarom a témát elterelni, hanem csak vissza akarok térni. Táltos ember fogakkal jön a világra. Tehát aki foggal születik, abból táltos lesz, és majd valamennyi idős korában elmén, mert a foggal született az anyjánál, nem marad meg. Foggal születik, és nem fogja a szülői ház. El fog menni. Tehát a hivatás az hivatás. Bősárkány. Ott ez diószegi gyűjtése, saját gyűjtése volt 60 körül. Ott egy gyereknek foga, született foga volt. Amikor 7 éves lett, akkor együtt érte egy ló, akkor a gyerek meghalt. Néhány nap múlva a gyerek felébredt, már táltos volt, és elment a lóval együtt. És képzeljük el életképi jelenet szintjén. Ez képi beszéd, biztos, hogy nem így történik. De ez mit jelent? 7 éves korában pedig még gyerek átmegy a halálon. Tehát nem akkor hal meg, amikor öregkorban meg kell halni, akkor meg nem hal meg, hanem egyszerűen elröppen. Lemenő nap fényével szépen elmegy. És nagyon sok szép kapcsolat van egyébként, mindig ismertebb hagyományokat kell ilyenkor bevenni. Tehát említettem az egyiptomi halottas könyv, a Peremheru. Hát gyakorlatilag ugyanezekről az utakról van szó. És mi hozzá tudunk tenni mondjuk egy egyiptomi festészethez, domborműves alkotásokhoz, vagy a papíruszra festett, hogy úgy mondjam, stációk állomása, mert szinte ugyanaz a képi világ, csak más eszközökkel, mert az ő nyelvük valamennyire más, kicsit darabosabb volt. De a gondolatok ugyanazok. Ugyanazok. És ha itt napról beszélünk, magyar nyelven már a népnél vagyunk. Most megint hol vagyunk? Egy inka, gyakorlatilag a napnak a fia. Nálunk maga a nép a napnak a fia. Hát megint 1000 fényévekkel magasabban vagyunk. Tájékozódás és erkölcsi szinten. Na, ígérem, hogy befejezem egyébként, de ez még olyan izgalmas, hogy ezt nem fogom kihagyni. Ezt csak nem riogatni akarom a társaságot, csak hogy mi a táltos. Most érdemes figyelni. Már annyiszor mondtam, hogy de ez csak egy nagyon szűk metszet, mert tényleg nincs idő. Ők gerjesztik a villámlást és a mennydörgést. Fellegekkel megbirkózhat, szelet kedvére irányíthatja. Veszedelmeket elhárítanak. Tóth Erzsébet féltáltos 1728-ban ő Magyarországot egy nagy földrengéstől mentette meg. És mindenki csodálkozik azon, hogy Magyarországot mennyire elkerülték annak idején a természeti katasztrófák. Nem csak csodálkozik, ez valóban egy geológiai szempontból, földtörténeti szempontból egy rendkívül fontos adottság a Kárpát, de azért tenni is kell azért. Gondoljuk végig, hogy Magyarországon elmegy valaki Ausztráliába vagy Amerikába. Mérges kígyók, pókok. Mindenki Kárpát-medencében, mintha, nem tudom, egyszer-kétszer láttuk egy viperát ugrabugrálni Badacsony kövein. Ennyi. És ez nem azt jelenti, hogy nincs rá szükség, hanem mennyire emberbarát hely.
mennyire alkalmas az emberi kultúra, civilizáció, emberség létrejöttével. Nagyon kevés a fenyegető erő. Menjünk el Afrikába, menjünk el Ázsiába. Hát Ausztráliában, amikor annak idején, arra gondoltam, hogy ott olyan az erdő, mint itt besétálok. Szaladnak az ember után. Ez volt az utolsó besétálás az életbe. Pókok, kígyók, tehát Melbourne-be valaki hazamegy, és a városban külön telefonszám van, gondolom tudjuk, nem csak első segély. Egyik barátunk mesélte, hogy éjszaka ment haza, és valami csoda folytán nem találta a kulcsukat, és felkapcsolta a villanyt. Pedig nem szokta, csak nem találta. És az azonnal halált okozó mérges pók ott lengedezett. Nagyon szépen. Akkor ahol nekünk a szállásunk volt, ilyen meghívásnak tettünk eleget, még élt Tóth Zoltán József, elmesélték, egyszer a fürdőkádban volt a mérges kígyó. Most ne nézzünk ilyen kétségbe, ez tény. Tehát ha nem, akkor üssük be az interneten, Ausztrália és mérges kígyók. Városokba. Tehát egyszer csak úgy ott van. Jó, hát az ember szereti a fürdőkádat, de lehet, hogy onnantól kezdve azt mondja, én most már nem fogok fürdeni többet az életben. Tehát mindenbe, ők a világ jótevői. Mindenbe belelát, olyanokat beszél, ami még nincs megtörténve. Az égben hadakozik a birodalomban, csodálatos dolgokat tesznek, sárkánnyal társalgó, ilyen megnevezések is vannak. Aztán, mikor szemközt villog az ég, a magyarországi meg a törökországi táltos viaskodni készül. Tehát itt a néphagyomány azért egyszerű. Tehát vannak az országot megtámadó erők. Tehát ezen ne csodálkozzunk, a háború először soha nem a földön van, hanem hol van. Kapaszkodjunk meg. Egy emelettel feljebb. Szent Mihály háborúzik. Ő a nagy angyali hadvezér. Hatalmas csata van, és az ördögöt sárkány képében lelöki a földre. Megint idézek neves mesterektől, annyi planéta van, vagy annyi bolygó van a világ egyetemben, miért ide kellett ennek esnie? Ennek a ördögi fajzatnak. És bizony elmondják emberemlékezet óta, tehát Mátyás királyról ezért volt jellemző, hogy semmit nem tett, hogy a csillagos égboltot ne vizsgálta volna meg. Tehát ez ma már kiesik a tájékozódásunkból, és nincsenek távlatok az életünkben. Tehát ilyenkor a török, vagy német, hát nincs német táltos, de amit szellemi-lelki szinten mondjuk az az irány képviselés ellenünk, azt nem oda kell menni Berlinbe vagy Ankarába pofoszkodni, hát azért ne felejtsük, hogy 150 évig a török csak kitett itt magáért, azt el kell hárítani. És ez egy hatalmas küzdelemmel jár. És mi a küzdelemnek a kísérője? Mindig az égen megy végbe a küzdelem. Akkor mi ez a tamtam? Mindig az égen megy végbe. Villámlás és mennydörgés. Na most mai napig, lehet, hogy megint a túlzás világa, de a villám a szó szerint, talán még a fizika világán belül is egy misztikus jelenség. Tehát meg lehet magyarázni, csak kérdés hogy. Tehát hogy lesz pár foknyi különbségből ekkora energiakisülés adott esetben? És gondolom tudjuk, ahol mondjuk a teremtő Istent úgy attribútumai szerint ábrázolják, mi az, amit a kezében tart? A villámot tartja a kezében. Mi? Ez az a teremtői energia. Ha ez a teremtői energia rendelkezésünk rá, magunkat újjá teremtve szinten legyőzhetetlenek vagyunk. Aztán, midőn az ég villámlik, akkor nékem, mindjárt el kell mennem, és a Szent Keresztet az én vállamra adják. Hát borzongató a kép. Most keresztény vagy pogány? És a keresztet a vállamra adják. Ez egy vállalás, amikor villámlik, küzdeni kell. Aztán, midőn villámlani szokott, 1728-as, iratból idézek, midőn villámlani szokott és a táltosok vínak, ő is ott vagyon jelen, és Isten segítségével mehetett oda a levegő égben, és ott harcol. Aztán a
Táltos elrejtőzködött, akkor vívtak, ezek vívtak, egyik a másikkal küzdött, akkor felhők gyöttek, villámok és ilyesféle viharok. Akkor a táltos elrejtőzött, akkor vívott, ezek vívtak. Igen, ezt már olvastam. És akkor jön egy olyan, hogy a halom mögül felemelkedett egy roppant nagy fekete bika feje, két villás szarva, bele volt döfve a fellegbe. Na most magyar nyelv, villás szarva, fekete fellegbe, minek a megidézője? Villám. Csak képi beszéd. Tehát a bika nyilván jelent egy energiatípust, ez a legtestibb az évkörön belül. Na most ezt felhővé tenni, fölemelkedni, hát ez minden beavatott álma. Miért? Mert az érzékszervi gyönyörűségektől kell, az anyagi szempontoktól kell, meggondolástoktól kell elszakadni. És ugyanakkor elképesztő ereje van, azt gondolom. Nem tudom, hogy ilyen jó szürkével találkoztunk-e már az Alföldön. Egyszer egy barátomnak a tanyáján bevitt a karámba, és voltak borjak. Most abban a pillanatban ezek a hatalmas nagy szürkék ilyen örvénylő mozgásba mentek át. Örvénylő mozgás. Már az ember elszédült, és akkor mondta a barátunk, hogy hát most jobb, hogyha kimegyünk. Jobb, hogyha kimegyünk. Tehát az elindulott, ott nincs kegyelem. Tehát azt nem kell magyarázni. Biva erős, bika erős. Van egy ilyen közhelyszerű mondat. Hatalmas erő, de ezt tisztítani kell. Ezt föl kell vinni az égbe. És a bika csillagképnek a két szarva, hogy miért ilyen hangsúlyos. Gondolom tudjuk, bele lóg, vagy bele döf a képi nyelven magába a tejútba. Tehát a bika, mint csillagkép, érintkezik a tejúttal, az ikrek pedig onnan lép ki. Tehát ez a tejút problémakörét, páros küzdelem az ilyen síkon azért mindig csak az ikrekhez vezet. Tehát két villás szarva, és ekkor felettünk nagy szőke bika ugrott el a levegőbe. A körme hegye meg sem pisszintotta a magas nádast. Pont a halmon összecsaptak. Nagyon dörrent az ég, hát villámlik, és amikor eltűnik az sötét, az lebukott, tehát középen egy nagy sötétség megszűnt, szétoszlott a felleg, egyik ment napkeletnek, másik ment napnyugatnak. Most ezek tényleg kozmikus küzdelmek. És gyorsan lezárom egyébként egy egyszerű dologgal. Alföldön például, ahol vannak vizek, vagy voltak, hát ott hatalmas vízvilág. Mert az, hogy egy jógi vizen jár, hú, milyen beavatott. Vagy maga Jézus Krisztus, de ott nem a beavatottság, ott egy tanítás van. Halak, világ, hónap, vizes jegyű, gyerekek végig kell menni rajta száraz lábbal. 2160 év. Itt el lehet süllyedni, el lehet merülni, és Szól Péter jelentkezik, hogy ő bátor, emlékezzünk, Galileai tengeren vihar van, és tesz két lépést, és már süllyed el. János, a szeretett tanítvány pedig még hajóra se ült, annyira viszolygott a víztől, adott esetben. A halálnak viszont igen gyakran vizei vannak. Sötét, komor vizei. Volt egy olyan harangozó, Imre szokta mesélni, Molnár V. József szokta mondani, hogy tulajdonképpen valaki nagy vízzel álmodik. Akkor mire kell odafigyelni? Nagy, sötét, komor víz. Halál bejelentkezik. Hogy mondani szokták, nem tréfa dolog. Na, hát erről ennyit, és arról annyit, hogy úgy mennek át a vizen, tehát Gali Bálint, a híres Tápai István, táltos. Megvan, ez még kettő. 200 oldal még. Mégis le kell valahogy majd kerékezni, és ezek tényleg olyan fontosak és szépek, hogy nem szívesen hagynám ki. Száraz lábbal mennek át a vizen. De olyan módon, hogy a gúját tereli át, az, hogy ő száraz, de még a gúja is átmegy száraz lábon.
Na most milyen erő ez? És ha elkezdene ott dobolni, szétszaladna a csorda. Nem, hogy ott száraz lábbal, Lábujhegyen, ott átmegyünk a sárréti vízi világba. Hát a vízen járás, hangsúlyozom, nem figyelnek rá oda. A mindennapi átlagkép, száraz lábban ment át a Tiszán, Szegedni. Hát milyen lábbal menjen át? Most gondoljuk végig, ide jön egy jógi, volt ilyen a 90-es években, tanfolyamot hirdet sportcsarnok, levitáció, nem tudom, hogy láttuk-e. Két napos extra tanfolyam, persze a jógi ilyenkor nem keletről jön, hanem nyugatról jön, mert világkörüli körúton van, és ennek az a lényeg, hogy megtanít levitálni. És Szent László király, a táltos király, az levitált. Tehát az felemelkedett, amikor imádkozott. Szent István imádkozott, nem csak ő emelkedett fel, hanem a sátor is, amiben imádkozott. És hát gondolom, tudjuk, magyar királyok igen gyakran milyen lovon jártak. Szent László lova nevét mind a mai napig tudjuk. Akkor mit írtott ki Szent István? Egyébként Szent László avattatta szentté Szent Istvánt, nem római pápa. Római pápa nem is tudta, hogy kit avatnak szentté Magyarországon. Második, harmadik körbe írt egy üdvözlő tábloratot, milyen magyar király apost, avassatok szentté, akit jónak láttok. Na most ehhez képest én magam olvastam olyat, mondjuk Badinyi Jós Ferenctől, és követői Váltig állítják, ezt írta, akit személyesen ismertem, és nagyon tisztességes, becsületes, elképesztő jó ember volt. Na de megint tévedni ember, hogy a római pápa politikai okok miatt szentté avatta Szent Istvánt. Elnézést, Szent László avattatta szentté, világos? És a római pápa sokáig nem is ismerte el. Újrajelzem, második, harmadik körben, jó, nem tudott mit tenni, csináljatok, amit akart. Meg se nevezte, hogy hallottam, hogy szentté avattátok Szent Istvánt. Ezeket illene ám tudni, mert nagyon nagy zavarokat okozhat egy összefüggő tájékozódó rendszeren belül. Na most szög. Leírja 1358-ban a képes krónika, Szent László lovát szögnek hívták. Az ember elképed. És a poharát hogy hívták? Hogy érzékeljünk. Vagy a kutyát az udvarba. A ló neve. Szög. És van egy ilyen Mátra verebélyi búcsús ének, ezt énekelték 1700-as, 1800-as évekbe, Szent Lászlónak Szent Lova, Szent Lovának Szent Lába, Szent Lábának Szent Patkója, Szent Patkójának Szent Szöge, könyörögjél érettünk, könyörgök, mert ez gyönyörű szép. Miért? Mert ott lehet látni, még a legnagyobb asszályba is, a kősziklába benne van a patkó nyom, és ahol a szög van, szivárog a víz. Na most Szent Lászlónak Szent Lova. Emberszemű ló ábrázolásokkal tele van a Kárpát-medence Székely dájától a világ végéig. Na most, ha egy lónak emberszeme van, akkor milyen ló? Nehogy már táltos lóra gyanakodjunk. Akkor festett mennyezetkazettás templomok, Szilágy Lompért, hétfejű sárkányon lovagló garabonciás. Milyen ez a vallás? Akkor Técső, sárkányon lovagló garabonciás. A legkedvesebb példák egyike az ácsolt faládák, 14., 15., 16. század, agancsos táltosok. Nem dobos, agancsos táltosok. Hát egy dobot jobban el lehet adni. Jaj, csak muzsikáltak ott. Mint az, hogy a fejéből jön ki a leveles agancs. És végül Csíksomjótól nem messze van, Pogányvárnak nevezik, és a templom külső tornyán, most hirtelen a másik nevét akartam mondani, ez egy kicsit furcsa csengésű szó, meg van festve a templom torony. Sisa Béla az 1970-es években, vagy 80-as években műemlékvédelmi szakember írt egy kis könyvet Táltos a tornyon. Miért? Sehogy máshogy nem lehet elmondani, hogy mit ábrázolnak. Csillagok vannak, bolygójelek, akkor előre nyúlik egy kéz mondjuk, amit azóta restauráltak. 6 ujj volt a kézen. Ma már csak 5 ujjas az a kéz, mert körülbelül 10 évvel ezelőtt restaurálták. És megy fel valaki, emelkedik fel,
táltos révülés. És Csíksomlyó oda látó távolságra van. Tehát ezeket érdemesen végig gondolni, akár Dacó Árpádtól, akár ezektől az emlékektől, mert az 1000 éven keresztül ott volt azon a tem, ott van ma is. Csak kicsit most már át van kozmetikázva. Utazik az égi testek között. És megjelennek a hatújjas ábrázolások. Na de túl van a dolog. Természetesen futtatva egy dolgot szeretnék még, azon kívül, hogy van egy híres teknyő kaparó, az úgymond alföldi szegedi nagytájnak pontosabban jövendőmondó embere, senki nem tudja, hogy mikor tevékenykedett, valószínűleg olyan 200 évvel ezelőtt. Na most ez a teknyő kaparó, ha bárkik úgy bukkantak rá a nyomára, Molnár V. József is tartott ebben a témakörben értekezéseket, Bálint Sándor, Polner Zoltán úgy bukkantak nyomukra, hogy Bálint Sándor a kiváló vallási néprajzi kutató volt, ő már elhunyt régen, hogy táltos után érdeklődött. Hogy mit tudnak a táltosról, Tápén, mit tudnak Szeged, mit tudnak Amot, és mindig azt mondja, teknyőkaparó. Ki ez a teknyőkaparó? Hát az táltos volt. Hát az maga Jézus Krisztus volt. Bosnyák Sándor gyűjtött Erdélyben egy olyan adatot 1970-es években, hát gondolom rákérdezett, hogy ki az égi táltos. Pásztorok beszéltek arról, hogy az égi táltos. Néprajzi ér szakirodalomba. Gondoljuk végig. Égi táltos ki az? Hát Jézus Krisztus ki lenne az? Ki más lenne az? Hát magik nem tudják. Oda haza anyaországba. Hát magik nem tudják. Hát én se tudtam, de hát ez 70-es években mi minden történt. Na most, elhívás. Tehát nem csak a ló, nem csak ilyen halálos dolog, de gyerekkorban, na most táltos hagyomány. Megnézem, hogy melyik műveltségi körön belül, de ez világvallás lesz. Hol van a gyereknek ekkora jelentősége és szerepe? Hogy választják meg a következő egyházi vezetőt, ha meghal? Felállítanak egy horoszkópot. Majd hol születhetett újjá? Dalai láma például megválasztása. Vagy alacsonyabb fokozatú láma megválasztása. És megint érdekes a dolog, hogy lehet szélhámosságra gyanakodni, de nem az miért. Mert minden tárgyat, amit előző életében magánemberként, vagy szertartásokon használ, de amit érintett, ami hozzátartozott, azokat összegyűjtik és hasonlókat, és leteszik a gyerek elé. Most mi történik ilyenkor? Kiválasztja azt, amit az előző. De ez nem olyan tudatosság, ahogy ma reinkarnációs hipnózisba felébred az ember, és azt mondja, én voltam Tutankhamon fáraó. Mert minden gyerekkoromban mindenkit, ha volt előző élete, ő Tutankhamon fáraó volt. Nagyon népszerű volt, és akkor mindenki visszakérdezett, akkor most egyiptomi nyelven, a fáraó nyelvén mondjál már nekünk valamit, ha ilyen jó az emlékezeted. Tehát nem olyan egyszerű ám a dolog, de egy biztos, és nem tudjuk, mi az, ami öröklődik. Vagy mi az, amit felülről jelölnek ki, hogy megadják annak a gyereknek azt a tudást, hogy ő csalhatatlan pontossággal kiválasztja. De egy biztos, Mongóliában voltunk egy olyan buddhista szertartáson, ahol az egyik ottani vezetőnk elmondta, hogy ő a tengri vallásnak a híve. Tengri, hát az a tenger, az égisten. Ez a mongol ősvallás. És igen ám, de buddhista templomba mentünk be, és ez az ember, mi valahol ugye az utolsó padsorba ültünk, de maga a zene egyébként, úgymond buddhista egyházi zene, én beleborzongtam, mert gyakorlatilag, mint a sámánizmus kellős közepébe csöppentünk bele. Tehát a cintányérok, a csörgők, a dobok, egyfolytában szólnak. De valami egészen elképesztő akusztikája van. És előttem éppen ült egy ilyen kis 7 éves horma gyerek. Hát ebben a kicsit antik, ilyen bordos, mint itt ez a szín, egy ilyen típusú tógaszerűség, kis lenyírt haj,
És úgy láttam, és tűnődtem, hát milyen érdekes gyereknek lenni egy ilyen kolostorba. Hogy közben látszik, hogy izeg mozog, tehát gyerek, és közben elképesztő módon ott van a szertartáson. És bejött az az egyik vezetőnk a szentélybe, oda ment ehhez a gyerekhez, meghajolt előtte, és a kisgyerek megáldotta. Most én ilyet életemben nem láttam. Na most az a gyerek olyan természetes módon, olyan méltósággal, olyan fenséggel, olyan tényleg magasrendű, felvillanó tudással áldotta meg, hogy hangsúlyozom, hogy egyszerűen az ember beleborzongott. Na most nem erőltetett párhuzamot akarok vonni, csak figyeljünk oda. Az ember élete a születéssel kezdődik. És a táltos hagyományban a gyerek elképesztő módon, hogy úgy mondjam, jelen van. Tehát a gyerekkor. És ott már olyan dolgok jelennek meg, mint hogyha felnőtt emberről beszélnének, pedig gyerek. Na most, gyors idézet, Diószegi saját gyűjtése. Mindent fogsz tudni, ami neked szükséges. A gyerek újból elkezdett sírni. Én még kicsi vagyok, hová menjek? Nem tudok se kapálni, se kaszálni. Nekem nincs senkim se. Erre megint megszólalt az alak, hogy ki lehetett az Úristen? Vagy valaki küldöttje? Nem tudom. Semmire gondod ne legyen, mert mindig kirendeli neked a sors, mert mindig kirendeli neked a sors. Aztán. Három éjjel és három nap csak aludt. Azt hitték, hogy halva van, de vert a szüve, szuszogott, elrejtezett. Szuszogni szuszogott, el volt menve az elméje, el volt rejtőzve. Őt elvitték álmába. Ő azt mondta, hogy őt egy öreg ember. Megjelenik egy titokzatos fényalak, őszhaj, fehér ruha, öreg ember. Annak idején elterjedt az, hogy a pálosok, pilisi pálosok, a fehér táltosok. Fehér pálosok, fehér táltosok. Nos, nyilván mindenki tiltakozik. Én is egy kicsit furcsának találtam. Egészen eddig. Miért? Mert van valami nagyon érdekes szintű azonosság. A pálos renden belül látomásban mindig a rendalapító, úgymond pál jelenik meg, öreg emberként, fehér haj, fehér bajusz, fehér szakál, és gondolom tudjuk, a pálosok élen jártak a gyerekek tanításában, és egyéb úgymond nevelési munkákban. Ez az őszöreg ember, ez megint szinte mindenhol megvan, nem ősz, hanem fény. Tehát fehér fényből jelenik meg. És mi az, ami még elhangzik? Vaj szent ember volt, ki tudja, hosszú, fehérhajú, fehér szakálú ember volt, mikor három nap és három éjjel letelt, ő megébredett, de hát ő akkor már minden tudott, táltos volt. És ez gyerekkorban vagyunk. Gyerekkorban. Tehát szerves társadalom. Megvannak a nemzedékek, megvannak a családok. És ezért volt az, hogyha a vezekényi csatába öt eszterházi gyerek meghalt, vagy Zrínyi Miklós árva volt, vagy Bethlen Gábor árva volt, mindenki árva volt, vagy félárva. Csaták vannak. Senki nem esett kétségbe. Miért? Mert van egy nagyobb család. És fel tudtak nőni ezek az árvák. És ez bizony minden időt. Tehát nem árvaházba mentek, hanem egyszerűen egy összetartozás. És a nagyszülők nevelték az unokákat, a szülők végezték a napi teendőket, és ezen belül van egy olyan hagyomány, hogy gyerekkorban indul a táltosnak a története. És nem esik kétségbe senki, csak tudják, ha az tényleg megmaradt táltosnak, azt nem fogja a szülői ház. Az el fog menni onnan. De a szülők büszkék lehetnek majd, ha majd olvassák a szakmunkákat a következő életükbe, hogy ki volt az ő gyerekük. Tehát Tápai, híres Tápai István táltos, Tápén mondták. Egy alkalommal egy este a gyerekek vacsoráztak, tarisznyából aztán lefeküdtek, Gyerek, ahogy lefeküdt, na most én az őzős nyelvjárást elhagyom, mert nehezen fog menni. Szózatot hallott. Valaki szólt neki. Pista, fiam, kelj föl, gyere ki a gunyhóból. A gyerek fölébredt, megfélemledett a hangra, nem merte tán még a fejét sem fölvetni. Másodszor megint megismétlődött a hang. Pista, fiam, kelj föl, gyere ki a gunyhóból. Így ismétlődött meg ez háromszor.
Harmadszorra komolyan szólt a hang, de jár ki a gunyhóból. Tehát elhívás. Tehát nem én megyek, hanem elhívás van. És ha elhívtak, akkor nem lesz kétségem. Majd látjuk, hogy ott is elhangzott. Mindig kirendeli neked a sors, amit tudnod kell. Ne, nincs apád, nincs anyád, nincs kapád, nincs kaszád, semmi probléma. Nyugodj meg, neked van hivatásod. És költögette a társát, de ő nem hallotta meg. És akkor ő kibújt a gunyhóból, négy kézláb kellett kibújni. Ahogy kimászik, látja, hogy egy fényes alak áll a gunyhó előtt. Ősz öregembernek látta, hogy mi volt. Hát ilyenkor jön a magyarázkodás, mert megfelelés. Angyal volt, szent vagy az Úr Jézus. Aztat ő nem állította szegény, maga se tudta, hogy kicsoda volt. Csak megfélemledett, térdre esett, összekulcsolta a kezeit, úgy kívánta a szervezete, hogy imádkozzon. Nos, ilyet nem lehet kitalálni. Úgy kívánta a szervezete, hogy imádkozzon. Ha ez nem valóságos esemény, akkor hogy mondom tolba? Térdre esett és imádkozott. Úgy kívánta a szervezete, hogy imádkozzon. 7 éves forma gyerek, ekkor még csak híres Tápai István. És akkor megszólalt hozzá az öregember. Pista fiam, mátalan fogvást ne szolgálj. Azt mondja a gyerek, de nekem nincs se apám, se anyám. Ismerősek ezek a mondatok a magyar költészetből? Négy kézláb másztam, álló Istenem rátekintett, nem emelt föl. Nincsen apám, se anyám. Hát József Attila Makon volt diák. Szegedre gyalogolt be, Szegeden járt egyetemen. Tehát a mihez tartás véget? Mert tudom, hogy itt nincs direkt megfelelés elsőre, de az ember megdöbben ezeken a, hogy mondjam csak, ilyen párhuzamos megnyilatkozásokon. Pista fiam, mátalan fogvás ne szolgálj, te nem erre a hivatásra születtél, nekem szolgálj. Én veled vagyok, veled leszek, amerre jársz, kelsz, mindent fogsz tudni, ami neked szükséges. Köszönöm szépen a figyelmet.